Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Már igen? 6 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra múlt 10 perccel. Füles nélkül nem tudja az ember, hol tartunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ha igen, a kezdő rádiós első oldata. Igen. Már lehet, hát vagyok, nem? Ha, jó napot kívánok. Jó, azt szeretném elmondani, hogy dráma van Magyarországon. Oh, Jéka, hágászja, elmenj már. Nem tudom, de már nagyon lieg. Ugye? Jéka. Jaj, gyerekek, hát éppen, hogy csak ide értem. Na, jó van. Csúszik, mi? Csúszós. Én csuszós. Is befékeztem egy gyerekek a körúton. Van egy rész, ahol befordul keresztbe előtted egy csomó ilyen piros izé, ami két pálcikával kell. Aha. Ja, jó. Neki be kell. Mi kell? Ja, semmi. Ja, be kell. Na, troli megy keresztbe, és valaki úgy érezte, hogy az utolsó pillanatban mégiscsak elengedi őket. Egyébként így normálisan mentünk, és egy csutka fékezés, csak azt láttad, hogy csúszik keresztbe az arc, úgyhogy sikerült megállnunk, mert hogy csillog, de igen, még nem tudod, hogy lefagyott-e vagy sem. Igen, de nem az ornos esőféle csillogás, hanem egészen hideg volt éjszaka, és ráfagyott ez a kis valami. És ilyen szépen csillogós, de közben nagyon ravasz, mert azért úgy, hát nehéz. Úgyhogy követési távolság. Bizony. Igen, kellett kapaszkodnom. Pedig időbe indultam, csak úgy nem tudom, nem rohantam, aztán úgy még az autóban elütöttem az időt kicsit. Ja, használtam, még az autóban elütöttem egy-két időst, egy-két hőzet. Igen. A nem, láttad? Néztem, nem volt ott. Nem volt ott? Nem, de szerintem egyébként későn kezdtem el nézni, mert a felénél jutott eszembe a Szerémi úton, és ez még a legelején volt a budafoki lehajtó után, és szerintem már azért nem láttam, mert későn volt. Tehát ez csak beugrott, hogy tényleg néztem, de már szerintem túlmentem rajta, tehát a mögöttem részt kellett volna jobban megnézni. Csak nem jutott eszembe. Úgyhogy erről én ma lemaradtam. De holnap megnézem, holnap nem fogom elfelejteni. Hát, majd hazafelé. Időt, csak későn, tehát ma nem láttam. Kirakod az elakadási jelzőt és átmászol. És mindig, igen, megyek egy métert, átmegyek a másik oldalra, megyek egy métert, átmegyek. Nem, tényleg eszembe jutott, csak nem, egy picit később volt, úgyhogy ez, ha az ott van még, akkor az előrébb van. A budafoki leágazó után, ha mész a Szerémin a lányban, és itt felé, akkor balra az ösvénynél. Ha most ha senkinek nem tűnt fel tegnap napközben, hogy ott kilóz két láb, akkor baj van. Hát valószínűleg sár volt egyébként, tehát hogy... Kevés az esély, hogy tényleg feküdt valaki. Ki játszik? Mi a helyzet? Hát, Vilkej. Igen. Vilkej, gyerekek, ez a kis kej, ez egy kis 18 éves kislány. Ez ismétlő, nem? Nem, ez live. Itt van ez a kis 18 éves kislány, és ő kiütötte a őt. A Vénuszt. A másik. Uh-huh. A másik, ami azért egy nagyon nagy dolog, 18 évesen Grand Slameken azért még kevesen brillíroznak, mert régen a Becker meg ezek csináltak ilyeneket, de ma már azért egy 20 fölött vannak erősen azok, akik tehetségesek és fiatalok. De ez a kis Kej 18 éves, és gyerekek konkrétan elődöntőt játszik. Hát igen. Villel, és Villel Kejje 6-6, csak rövidítésben valószínűleg jobb az agya még a Williamsnek, és 6-3. A Kej pontosan egy éves volt, mikor a másik Will, aki már a lelátón ül, akkor nyerte az első Grand Slam-jét. Igen. Azért az milyen? Nagyon durva, és ez is szoros, már az első is. Szoros, hát nézd, és ütött 200 gyorsan a biztonság kedvéért, csak most az a baj, hogy Will ütni fog egy 200-as szervát, és vége az első szetnek. De Kejnek drukkolunk, mert már annyira unom a Williams nővéreket, hogy megőrülök, úgyhogy Kejnek nagyon drukkolunk. Nézd meg, milyen szép. Jó, de a Williams lány üt egy ászt, és utána ki kell majd cserélni a burkolatot, mert megégett. Az biztos. Hát annyi nerobollal, meg tesztoszteronnal, meg nem tudom, mit nyomnak ebbe a nőbe, hát ez tele van növekedés. Van láb. Aha. Nézek, hatalmas. Jón oszlott fel kell. Ott a vége. Öcsi sajt. Meg is van az első szett. Ja, hát ez a sötét sikátorba találkozol a Szerénával, azt nem ízni. Szeretem ezeket a széles képen. Bicskát látasz. Gázpisztolya azért, hogy nem. Kirakom a pénztárcámat, és letérdelek. És ami rosszabb lenne, hogy reggel fölét hajol, hogy hello, drágám. És az úr, hogy nem így nézett ki, szóval, hogy 10 évvel ezelőtti képet tényleg érdemes volna megnézni, hogy szétkokszolták. Szét van kokszolva a nő, csak ügyesen csinálják, mert egy bizonyos határértéken belül tartják azt a fajta növekedés hormont, amit te is nyomhatsz a férfi, vagyis tesztoszteront akarsz nyomni. Van dopping a teniszben? Szerintem vannak, akik kokszolnak. És vizsgálat is van? Van nagyon sok. Nagyon sok vizsgálat van, csak vannak bizonyos határértékek, amin ha belül tartasz bizonyos dolgokat, akkor az nem számít doppingnak. Aha. Tehát ők nem ilyen anabolikus szteroidokat nyomnak, hanem olyan növekedési hormont, amit a szervezeted egyébként előállít. Csak így több. Csak ők egy kicsit többet, de egy bizonyos határértéken belül tartják. Meg nem minden doping jó minden egyes sportágnak.
Az meg a másik, ja, igen. Erre tehát igen, a az egyik meg az EPO, a másiknak nem annyira. Mert hogy igen, van. De szerintem a Serena az biztos, hogy doppingol. Már csak azért is, mert hogy amikor a Brett forgatta a Tróját, akkor ő hasonló szereket kapott, ezt olvastam valahol, és neki is kiszélesedett az állkapcsa, és ez a szer, amit a Serena is nyom, ez csontszélesedést okoz. Tehát elmozdulnak a csontok, és elmozdul az állkapcsod is. Nem tudom, és nézek, hogy néz ki az állkapcsa. 10 éve ez egy filigrán törékeny nő volt, beesett arca. Uh-huh. És így szélesedett ki az állkapcsa. És egy film kedvéért az emberek így nyomják magukat. De emlékeztek a Brad, mikor Tróját forgatott, ez csontnövekedést is okoz, meg ilyen csontszélesedést is, tehát ilyen kinövés, és szétment így az állkapcsolat, teljesen máshogy nézett nem ki. Is lehet aztán szépen az aztán visszamegy, de nagyon lassan. Hát azért érdekesek azok az átváltozások, valljuk be őszintén, amikor egyébként jó, persze, egy alapvetően egy jó felépítésű emberről van szó, de azért 3-4 hónap alatt felgyúrja magát, mondjuk magára rak egy ilyen 10-15 kg szintiszta izmot, zsír, semmi nincsen rajta, és az embert, mint a kicseréltek. Hát ez nem lehet másképp csak. És ez a Brad gyerek, ez ott volt a Trójánál, ez nem valami régebbi sztori? Nem, ő ott kokszolt a Trójánál. Ha megnézed, nem olyan régi az a film, mert hogyha egy film jelent, majd átküldöm, hogy esetleg érdekel, fönt felette egy repülő húz el éppen. Tényleg. Akkor nem olyan régi ez a film. Háborújában. Nem blőrözték ki a szerepcsét, nem tudták kiszedni. Nem sikerült ott, és húzza magam után a kondenszcsikot. Az csúnya. Na, egyébként valaki látta ezt a fekete valamit, visszatérve erre, ez egy fekete szemetes zacskó volt, ami felakadt a bokorra, láttam 8 körül, jártam arra. Rucsi írta. Na. Tehát, hogy mondom én, hogy nem hallucináltam, valami tényleg volt a bokorban. Nem szeretem az ilyen racionális embereket, és egy álmot tettél tönkre. Most itt érted, volt itt egy titokzatos dolog, egy misztikus történet, és ennek ennyi. Ez olyan vágós volt most. Igen, túl racionális a magyarázat, de mondtam, hogy volt ott valami. Valaminek kellett ott lennie tegnap a bokorban, mert tényleg láttam. Egy akkor, vérzacskó? Akkor egy vérzacskó volt, egy igen. Támadó szemetes zsák. Egy vérzacskó volt. Na, ma megyek az arcüreg dokithoz, képzeld. Jó, ide jó lesz. Viszem neked a kis CD-met. Nagyon rendes. Nagyon felkészült. Mi vinik ezen itt? Ja, a CD. Ez egy best of hooligans szerelemény. És doktor úr, hogy egy kicsit így otthonosabban érezzem magam, beraknám ezt a gánzt. Nem, csináltattam egy arckoponya CT-t szorgalomból. Úgy is oda küldött de volna. Hát én azt mondtam, hogy akkor ezt legyen. Úgy megyek, hogy velem nem szólt. Jöjjön vissza Balázs, majd csináltatott egy arckoponya CT-t. Hopp! Már de most doktor úr. Doktor úr, hát az azért nem tud rázni. Nem tud rázni. Na mi van? Lefőtt a kávé? Nem menjünk innen sehova, itt a koponya CT vizsgálatom eredménye. Berakjuk gyorsan a gébe és kielemezzük. Abba van. Ebbe van. Nagyon kultúrát egyébként. Adják már oda, nem egy ilyen lepedőnyi fólián. Ja, nem, már nem úgy kapott, persze. Berakja a kis CD-jével, leolvassa, kapsz hozzá egyébként egy leletet, ahol elmondják, hogy nincs polip. Úgyhogy gyerekek, jó. Ő nem látott. Lehet, hogy ez egy rejtőzködő polip. Lehet, hogy elbújt. Vagy tintaha. Így van. Színváltoztatós. A polip is tud színváltoztatni. Már hogy ez a mászó, tudod. Ne. Igen, vagy tonha. Szóval, hogy nincsen gyerekek, úgyhogy ma megyek. De várjál, Laci, de az van, hogy AB Egon, az valami más. Nem követed össze van? De hogy milyen kultúrát már, nem? Nagyon, nagyon profi. Nagyon profi. Hát gyerekek, sajnos ez a jövő egyébként. Szóval, hogy hát igen, azért mondom, hogy sajnos, mert ugye itt is egyébként, ha te tévére csináltatod, és akarsz egy CT-t, vagy akármilyen MR-t, akkor vársz fél évet. Ha van 17 000 forintod, akkor bekocogsz, és megcsinálják neked egy óra alatt. Ez szóval, egy végtelenül szomorú dolog egyébként. Ez egy szomorú dolog, de hát igen, szóval sajnos ezen irányba megyünk egyébként, hogy ilyen lesz az orvoslás, jön a magánegészség, a magánkórház, ez a jövő. Sajnos. Hát hamaradnak még orvosok az országban. Hamaradnak még orvosok, igen. A magánkórház lesz, ott csak jobban keresztül. Igen. Csak ugye ez egy bizonyos társadalmi réteg részére gyakorlatilag elérhetetlen. Igen. De egyébként én azt hittem, hogy ez ilyen 50-60 ezer, én nem tudom, nekem ezt kimondta, hogy úristen, hát az horror, ha ilyen CT-t csinált. Én nem tudom. Hát lehet az egész testes valószínűleg. Gondoltam, megcsináltatom, csak minek nem. De azért dobja neki egy SMS-t, hogy nekem 17 volt. Nekem 17 volt, de lehet, hogy hát, ha ő csúnya megjárta. Igen, de lehet, hogy azért, mert ott a kislány ráfektetett egy ilyen ágyra. Egy olyan kislány. Akinek a dolga, hogy mi, és akkor utána mondta, hogy izét, hogy nyomorultul érzed magad. Balázs, akkor... Ez nekem megér még mínusz 34. Jó, egyébként 50 lenne, de... Nem egy kis fehér köpenyes. Igen? Kislány mondta, ilyenek ők. Feküdjék fel az előre, nem mutatod meg, hogy kell, ezt nem annyira értette. Mert bedobta egy poént, hogy feküdjön már fel előtte, mutassa meg. Igen, nagyon fura, ráfekszel egy ilyen vékony kis ágyra, papírtörlő van alattad, és betolnak egy gépbe, ami így forog a fejed felett. Így megy, elég hülye érzés egyébként. Tehát így rájöttem, hogy most te mi lenne, ha valami komoly betegség lenne, ijesztő. Nyilván benn vagy 10 másodpercet is kijössz. Olyan szifis az egész, igen, és akkor fölötted ott pörög valami, és akkor bejött a aranka, hogy kész vagyok. Uh-huh. Na most mit gondolja azt a beteg aranka-ról, érted? Befeküdt mellém. Hát mondom, aranka, tessék, jönni. Hát kérdezel, hogy nézel egy ilyen nagy fehér búrátot, valami fölötted, és akkor hirtelen így fej megjelenik itt.
kész van, balázs! Házas ember vagyok, Aranka, de hát ha szeretne, akkor jöjjön, megy nyugodtan. De Aranka nem akart, Aranka csak értékelte. Látod, te is rögtön jó. Azért megpiszkáltad Arankát ezzel, hogy nem akarja megmutatni, hogy hogy kell felfeküdni. De Aranka másodne, Aranka egy idősebb hölgy volt, aki aztán diagnosztizálta a szériózatot. Ja, igen, a fiatalabb hölgynek mondtad. A fiatalabb hölgynek mondtam, aztán jött Aranka, és mondta, hogy akkor fáradjunk át egy másik szobába, és ő elmondja, hogy mit látott. Érdekes, hogy az urológián soha nincsenek ilyen fiatalabb hölgyek, akiknek mondhatnád, hogy ebből egyszerűen megmutatni, hogy hogy is kell ezt a pucsítást. Ott az nem ott nincs, ott mindig csak, hogy hívják, 40-es alkarú, szőrös, hogy hívják, kopaszadó, férfi asszisztensek vannak, igen. Igen, az a sajnos nem. Sajnos nem. Nem jellemző, igen. Na mindegy. Azt mondja, hogy arckoponya CT kérdezivel, akkor te nem egy CD-t viszel, hanem egy egész gyűjtemény. De egyébként igen. A két legnagyobb felület a testemen, az arcom és a fejem, tudod. Tehát, hogy, hát azt mondták, ráfért egy CD-re, de lehet, hogy sűríteni kellett. Ja, igen, lehet, hogy tömörített fájt. Ami könyvtárba összecsomagolták, mondták, hogy ne haragudjon, Balázs, az ön arca egy CD-re, egyszerűen nem fér rá. Tehát, hogy adunk még egy merebb lemezt, meg egy kis külön Winchestert, meg egy külső meghajtót, meg mit tudom, mert nem fér rá az arc. Az előzetes vizsgálati eredményekről, a teljes vizsgálati eredmény bent van nálunk. Illetve kölcsönkértük a Nemzetbiztonsági Hivatal szerverét is. Egy terabájtban átküldik a dokinak, ha kell. Na mindegy, úgyhogy ma megfejtenek gyerekek, hogy mi van. Ez jó. És izgulsz? Hát nem, nagyon nem. Hát de miért nem izgulsz? Mondom neked. Az volt, ugye... De megnyugodtam, hogy nincs az a durva. Tehát nem azt mondta, hogy nem kell műteni. Tehát ez nem műtős dolog. Aha. Ami van, azt nem kell műteni. Ja, már ő meg is mondta, hogy mit kell csinálni. Hogy ez biztos, hogy nem, ezt majd... De minek mész másik orvoshoz, ha megmondta? Mert ő csak a CD... CD-CT. Ő a CT-nek a diagnosztája, de a kezelése és a maga a lebonyolítása, hogy kezel, ő nem ír föl receptet, ő nem kezel. Tehát az utógondozás, vagy a maga a kezelés, az már az orvfüggégésznek a feladata, ő csak diagnoszt és elmondja, hogy ő mit lát a CD-n, és javasol valamit. De oda írta, hogy nincs orsóvényfertőzés, nincs polip, így elmondta nekem, hogy szerintem ebből műtét nem lesz. Aha. Kicsit szomorú is voltál, nem? Nem, mondom, a fene vigyel. Már be se fekhet az nem tudjuk megcsinálni azokat a képeket altatásban. Kukiles. Nem lesz. Igen, úgyhogy ez nem lesz. Nem, örültem egyébként, úgyhogy ez jó hír mindenféleképpen. Na, holnap reggel, ahogy bejön, mert ugye ma mész az orvoshoz, akkor látni fogjuk rajta, hogy mégiscsak lesz-e műtét, vagy se. Aha. Hát egyszerű lesz egyébként ezt felismerni, ezt a dolgot, mert hogyha lesz műtét, akkor lesznek rajta olyan kis vékony szagatott vonalak filctollal. Igen, meg körberajzolták, hogy mit kell kiszedni. Igen. Befért a fejed a CT-be, kérdezi valaki. Hát nehezen, de kicsit CT-t kellett ott szerelni. Igen. Három anyát le kellett tekerni, csillagcsavarhúzóval. Kicsit széjjelebb szedték az egészet, de furamód, de befért, úgyhogy... Úgyhogy érdekes. Ez teljesen rendben. Feri, mi van a te Ausztrália Open-eddel? A Bocuse-dorral. A Bocuse-dor, hát véget ért a versengés. Jók vagyunk. Hallottátok, hogy valami sütő megint elromlott? Hát ez olyan, a magyar csapatot az ág is húzza. Kettő dolog történt a reggeli induláskor. Mindenkit ugye óra szerint indultanak, 5,5 órád van megcsinálni a tervezett menüdet. Föladta a sütőnk, meg eltört valami eszköz a konyhába, ami kellett volna a nem tudom mihez, mert ez már ugye maga a szférák zenéje, itt már mindenféle műalkotás van, tehát olyan éteri habokat készítenek. Molnár Gábornak hívják a fiatal embert egyébként, és tényleg fiatal, ilyen 34 éves, azt hiszem. Egyébként Németországban dolgozik, és most ő képviselt bennünket, már másodjára vagyunk ott ezen a versenyen, és akkor volt a 10. helyezettünk. Na most megint az van, hogy 13-ak lettünk, ami egyébként tök jó, mert ez egy jó középmező. De van egy aranyérmünk is. Ezt meghallgatom, ezt az aranyérmet. Annyira nem vagyunk innen a vízből, mondd el, nem akarom lezőni. Ezt nyugodtan mondhatod, ugye az aranyérmet kaptunk a plakátunkra. De király, és ez finom? Hát nem tudom, szerintem az a hasonlattal élnék, hogy elveszíted a Grand Slam döntőt a US Open-en, de megdicsének, hogy tiéd volt a legszebb tornacipő. Körülbelül én nem értek hozzá, de az a legszebb plakát a miénk, hát ez gyönyörű, de ez nem egy főzőverseny, nem az számít, hogy nagyon nagy eredmény, hogy 20 akárhány szakásból 13-ak lettünk. Tavaly Szél Tamás 10. lett. 10. lett. És ott is elromlott valami. Elromlott valami? Is elromlott de valami. Várjá, és ott is a legszebb plakát volt. De jó. Tényleg? Igen, tehát ez a legszebb plakát díja most már minden évben. Gyerekek, nem lehet, hogy az főzőn, aki a plakátot csinálja? Lehet, ez egy jó kombó. Hát csinálja már, főzze már az, aki a plakátot csinálja. Ez minden megnyer, hát lehet, hogy főzni is jól tud, nem? Srácok, akkor mi nem egyszerűsítjük le a dolgot? Mi nem indulunk plakátversenyen? Hát az, akkor induljunk az arckiállításon, azt megnyerjük. Ezt mindent megnyernénk. Na mindegy, szóval ez egy nagyon szép eredmény, én nem értek hozzá, meg tehát ehhez tényleg nagyon távol áll tőlem, biztos nagyon jó ez is.
Csak ugye ezt most itthon rendezték talán, és talán esélyesek is voltak. Nem, az elődöntőt fogják jövőre, bocsánat. Nem volt itthon ez? Semmi nem volt ennek. A felkészülés volt itthon, mert erre ilyen sok hónap. A regionális, nem? Készülni. A Kárpát-medencei Bocuse, a jövőre fogják itthon rendezni. És hol volt? Ez is Franciaországban? Mindig ott van a döntő. Ott van a döntő? Na, azt hittem, ez most valami nálunk, mert akkor félreolvastam valamit. Na mindegy, szóval tavaly 10. után most a 13. szép, meg jó, meg gratulálunk. Ez a legjobb plakát, hát ez ilyen... Hallottam. Pici vigazdi. Lehet, hogy ezt azért adják, mert minden évben állunk valami elromlik, és akkor ez a vigazdi. Uh-huh. A gyerekek, a magyaroknak adjunk már valamit, szegények. Sütő nélkül sütöttek most is, meg legyen a legjobb plakát díja, miénk. Mondjuk ezek az 5 órás elkészítések, ezek megdöbbentőek. Ez nem a 15 perces recept, hogy Jim Oliver-re kategória. Ez nem. A más dolog ez, mint amit mi elképzelünk a konyháról. Szóval olyan komoly dolgok történnek. Ez alatt az 5,5 óra alatt. Ez ilyen fine dining, nem? Tehát itt azért nem arra az, hogy csinálj egy sóskát, meg egy bundás kenyeret. Igen, kicsit ennél. Csak egy. Nekem mondjuk ez nagyon tetszene, hogyha ezzel jönnek. Kézzeljük! Gyerekek, hát egy jó lencsefőzelék, egy jó bundáskenyére, egy kis tejfőrrel, meg egy kis sajttal, a bundik egyet, hogy meg vagyunk. Hát most hova varjáljuk itt, hogy a nem tudom mi, meg a nem tudom miért. Káposztás húztak, kész! Cvekedli, jó, káposztát cvekedli, meg vagyunk. És mindig néznének így a franciák, hogy ugye úgy van, hogy előző este meg ki kell menni a piacra, és akkor ott van fél óra az alapanyag összeválogatása. Igen. Ott is már 3 perc múlva jeleznéd, hogy megvan. Az első árusnál tudod, hogy... Jóska, nem se volna, itt van a krumpli. Meg vagyunk. És akkor másnap pedig egy negyed óra alatt összeütnéd a dolgot, lehet, hogy sikere lenne. Ugye mindig megvan határozva az alapanyag. A legjobb plakát úgyis meg lenne. Na, most lehet, hogy ekkor nem, de... A plakátot viszont én nem láttam. Mi van a plakáton? Parlament. Ez az, hogy mi lehet. Parlament, a halászpástja, a Lánchíd. De rajta kell lennie az ételnek, amit te majd elkészítesz, vagy mi? Egyetem, még kell a plakát. Na, sértem. Ott van mögötted? Mögötted magad mögé kiraksz indíszítésnek plakátot, hogy minek plakát? Vagy ezzel reklámozod magad? A szakácsok vannak rajta fél profilból. Vagy félmeztelenül. Vagy félreérthető helyzetben. És amilyen volt a legjobb test. Igen, vagy hívják, flambírozás közben? Nem tudom. Na mindegy, gratulálunk a srácoknak, azért a szép eredmény, nagyon jó eredmény, középmezőny a 22-ből 13, ez egy erős középmezőny, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, még ha a legtöbb embertől baromi távol is áll ez az egész fine diningos dolog, mert ez a 10-ből 8 nem is érti, hogy ott mi történik, ahogy igen. Én sem. Nyilván, miért készül egy kaja 5 óráig, persze nyilván az ember látja, meg gondolja, hogy bonyolult dolgok ezek. De hát szép eredmény, majd jövőre. Megyünk egyre előrébb vagy hátrébb, de benne vagyunk, az a lényeg szerintem. Az tök jó, igen, hogy ott vagyunk. Te se tudod a plakátot, Ákos? Ez miért plakát? Jó reggelt, vidám reggel, dehogy nem. Na most. Úgy néz ki. Jó, és amíg azt mondod, hogy küldjetek ki. Madárcsicsergős reggelt mondtál volna, akkor vége, akkor hazamegyek. Boldog reggelt, jó reggel. Madárcsicsergős reggelt kívánok mindenkinek. Pozitív üzenetek. Drága vezéreim, szőreim. Drága vitézeim. Úgy néz ki ez a plakát, hogy mint egy, képzétek el egy ilyen magyar kártyát. Aha. Azt hiszem, igen, magyar kártya, de lehet, hogy most elrontottam. De magyar. Na. Nem a francia. Legyen már tényszerű, hírszerkesztő. Igen. Ugye van az alak, és az alak alatt az alak van megfordítva. Szerintem küldjetek ki, és hívjatok be újra, mert ez nem volt. Nem, biztos francia kártya, és Bocuse d'Or, egy francia verseny, gondolom. Úgy néz ki, hogy a séf a kezében, ilyen fél profilból, mint egy festmény, áll egy bazinagy késsel a kezében, és ezzel a nem fűr, hanem micsodával? Amit elkészített. Galamb. Nem galamb. Mit tudom? Gyöngyúkkal a kezében. Először csak az alapanyagokkal, és utána a másik oldalon pedig már az elkészített étellel. Aha. Egyébként nagyon jól néz ki, nagyon nem szellemes, rossz, ötletes a plakát. Tehát mint magyar kártya kvázi, így van megcsinálva. Igen. Aha. Na jó van, hát akkor ezt legalább megnyert. Balázsnak is volt annak idején egy ilyen plakátja, az is séfes volt. De olyan ember széfes volt. Igen. Máshol néztem ki rajta. Nem is szép volt, szép volt, de minden máshoz tévedt egyébként, igen. Na jó, ahogy állunk játékkal. Hát nagyon menő. Láttad a plakátot? Ha most néztem meg, valóban. Hát körülbelül az, amit az Ákos elmondott, de Evrasszárja, benne van a neve az emberünknek. Ugye a kártyajelzés az egy paprika, egyik oldalán késsel, aztán, ha megfordítod, akkor pedig ott a gyöngytyúkkal van. Jó, tök jó. Ügyes. Nagyon jó. A gyöngytyúk. A gyöngytyúk a legjobb. Ráza hideg. Egy ellenfelé. Ráza hideg, annyira jó. Gondolom. Na jó, gratulálunk nekik, tényleg szép eredmény ez. 3-2-1 jelen pillanatban a játék? El kell szomorítsam saját magunkat, de igen. 2-1. Igen, 2-1. Gyerekek, ez a január soha nem műlik el, nem múlik el. Nem vettétek észre, hogy csak január 28 van. Hogy... Viszont tegnap 5 óra 02-kor léptem be az óvodába.
5-től a 15-kor léptem ki az óvodából, mentem a gyerekért, és még mindig világos volt, felnéztünk az égre, nagyon szép volt a hold, és rájöttem, hogy van remény. Hogy egyszer ez vége. Mi negyed 6-kor világos volt. Nem láttam kihújni egy csillagot, és azt mondta, hogy van remény. Egyszer ennek az egésznek vége lesz. Igen, rám kacsított a hold. Nem, felnéztem, és azt mondom, hogy lesz még tavasz. Negyed 6-kor már úgy tudod, amikor úgy nem a világítást látod a sötét égbolton, hanem még a napnak a fényét látod, és arra jössz rá, hogy basszus, már negyed hatkor még világos van, vagy hát nem teljesen sötét, inkább így mondom. És olyan jó, nagy és szép felismerésem volt, ez álltunk a gyerekkel, néztük a holdat. És utána látod, köszönt valaki egy boldog új évet. Igen, és azt mondod, hogy állj már az útról, te gyökér, hát azt, hogy mindent megcsinálsz. Nem, csak rácsodálkoztunk erre a szép látványra, és rájöttem, hogy de jó, hát azért lehet, akkor világos, akkor pár hónap, és jön a nyár. Ugyanezek gondolkodni, hogy tegnap a Tortaváros krémesek után, akkor tértem magamhoz, mert hazamentem, befaltam minden. Cukorsok. Igen, kaptam igen. Egy agyvérzést, igen. És akkor én is. Az 50-es villamoson megvakultam, hogy ez 16-os volt a cukrod. És 5 óra tehát pont ugyanez volt nekem is az érzés, hogy basszus, még mindig világos van. Igen. Tényleg jó. Ezeket így meg kell élni, ezeket a pillanatokat. Jó. Megállsz, fölnézel az égre, szép a hold, ott volt valami kis bolygó, ott a Vénusz, vagy nem tudom mi volt, körülötte esthajnal csillag, olyan szép volt. És ott álltatok Bennyvel egy órája, hogy itt a tavasz, Benny, aztán nagyon fázik. Ő kezes lábasban volt. Recsegősen elindult. Ő még nézte volna rajtam, egy hosszú volt, meg egy sár, és mondom, Benny, menjünk, mert megfagyok. Úgyhogy aztán beültünk az autóba. Na jól van, nézzük meg akkor, hogy ki szeretne velünk játszani. Jó? 29-dik van, köszönöm, igen, 28-at mondtam, írja egy hallgató, köszi, megnézzük, hogy illetve pontosan meghallgatjuk Ákos híreit, jó, és aztán jövünk a játékkal, lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Hú, de nagyon jó dal volt. 10 perc van pontosan, 7 óra, jó reggel. Hosszú az élmény. Kívánunk mindenkinek, igen, jó, jegyezzétek meg. Itt vagyunk, és játszunk, hogy is állunk, 2-1, ugye? Bizony. 2-1 jelen pillanatban. Hát az de ez az... a hallgatóké a 2. Igen, javítanunk kell. Eddig nem volt oda hetünk, úgyhogy jól állunk. Igazából, de hát azért most jó lenne egy 2-2-t behúzni, és akkor majd holnap. Nincs dráma. Csak picit. Picit van csak. A hangodban éreztem valamit. A nincs dráma mondatnál. Dráma, nincs dráma. Magyarországon egyelőre. Na megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, hello, sziasztok! Hello, szia, puszi! Puszi, szia, nyuszi, puszi, puszi. Jenő, hello, Jenő! Honnan hívtál minket, Jenő? Mohácsról! Azt gondolkoztam mindig, mikor meghallom Mohácsot, hogy voltam-e már valaha Mohácson, és én meg kell állapítom, hogy szerintem még nem. Most elmehetsz majd februárban a busójárásra. Busójárásra, ott akkor érdemes Mohácsra menni, ott nagy mulatságban. Igen. Mi újság, mit csinálsz, Jenő? Hát jelenleg dolgozok. Na, mit dolgozol? Az egy forgórakodóval. De szép szakma. Forgórakodó. Aha. Darukezelő? Hát igen, nehézgépkezelő pontosabban. Nehézgépkezelő vagy. Aha. Na jó van, kivel szeretnél játszani? Hát szerintem a Janival. Janival? De most de jó. De most de jó. De most mi? Nagyon hezitáltál, Jenő. Igen, sokat hezitáltál tényleg? Nem. Azért szeretik vele játszani, mert hasonlít rám állítólag. Igen. Külsőre? Igen, vagy én hasonlítok ő rá, nem tudom pontosan, hogy az volt. Hát, tök jó, meg néhány betűeltérés van a neved is. Igen. De jó. Szinte már teljesen egyformák vagytok. Kicsi vagyok, kopasz vagyok. Aha. Na jó, van, mehetünk. És én is kezelgéz dolgokat. Hülye kérdések. Mi? Hülye kérdés? Hát hülye kérdésete van, tudod, összezavaroljuk hülye kérdésete. Ha eljuttok odáig, akkor hajrá. Mehet? Lát. Na, 3-2-1, tessék. Na. Szeretnél kérdezni, Jenő? Szerintem kérdezi. Szereted ezt a nevet? A Jenőt? Hát, nincs bajom vele. Én is kedvelem a sajátomat. Na jó, kérdezte. Elfogytak a jó kérdéseim. Ennyi volt? Kb. Na, mondjad, pörögjünk, nehogy megincsenek. Ja. Hát nem akartok nekem ajándékot? Ott a vége. Hát ez aztán egy elég érdekes játék volt. Igen, mindegy, a nem kint van. De most bocsánat, ha a győzelmet ezt kell magyarázni? Nem kell. Ott volt a nem. Nagyon szép volt, Jani.
Ez valóban szép volt. Pedig egy rádiót akartam kérni a gépemben, amit reggel írtam. Nincsen rádió, nem tudlak titeket hallgatni. Hát figyelj, azt nem biztos, hogy tudtunk volna adni egy ajándékcsomagot, annál inkább. De az sincs meg. De az sincs meg. Majd bajba keverted magad, igazából kimondtad. Hát. Igen. Előkém, köszi a játékot. Egyikünk rosszabb volt, mint a másik. Kiterősítettem a hallgatókat, vagy titeket? Hát határozottan hát. Bennünket, tehát a veszített játék az nálunk. Nem is értem a kérdést. Jó, csak hát, hogyha többségben lett volna a hallgatók, akkor... Aha, értjük, hogy csavarod, értjük, hát, hogy igen, próbálsz kijönni, nagyon szuper vagy. Jenő, de ez a pont most a miénk. Jó van, jó? Gratulálok. Köszönöm. Jól van, köszi szépen. Köszi szépen. Játékkal. Ciao, hello, hello. Miért pattogott úgy, mint egy bakelit lemez? Hallottátok, mint a tábortűz mellett ült volna, vagy nem hallottátok? Így folyamatosan pattogott a telefonimás. Mire gondolt ez, hogy most a vesztéssel kiterősít? Ezt én nem is értettem. Hát ha veszít, akkor minket, ha nyer, akkor a hallgatókat. Hát mert Feri bedobta ezt, hogy ma ugye ilyen hülye kérdések lapja van, és akkor gondolta, ő is csatlakozik. Ja, és akkor Jenő ezt átvette. Nem értettem, mire gondolt ezzel. De szimpatikus volt, de sajnos. Rosszabbul játszott, a két rossz közül ő volt a rosszabbik. Igen. M3-as 9-es kilométernél kamion félig az árokban, a szalagkorlátot átszakítva, Eger mínusz 8 fok, deres csúszós utak, 24 órás futár. Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. Podmanicki Terész körút kereszteződés, sárgán villogó lámpák, Safi bácsi üzeni, valamint a 2A-n Pest felé a Vác Deákvári lehajtónál mérnek, ezt Levi küldte nekünk, köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek. Jöjjön még egy-két SMS egyébként? Hát, ha van, akkor persze. Nagyon-nagyon aktívak ma reggel a gyerekek. Nagyon-nagyon élnek. Ma lettem 18, gratulálunk. Isten éltessen. Így van, boldog születésnapot. Ő még folytatja, hogy játszani szeretett volna, ezt direkt nem olvastam be, hogy ne érezze. Igen. Azt mondja, hogy ezt a versenyt te biztos szívesen közvetítenéd, mert a Bocuse d'Ort írja valaki. Hát az egy 5,5 órát, ahogy ott ezek... Ráadásul franciául. Ugye? Nem könnyű. Ahogy ezek mókolnak ott mindenféle pipettával és csipesszel, és próbálnak megcsinálni egy ilyen nagyszerű fogást, illetve kettőt kell megcsinálni, azért ott föl kell készülni, gyerekek. Ott kell keresni már egy pár mentő témát. Ha kezeit csókolom, jó estét kívánok! Mivel foglalkozik itt a stábon belül, megkérdezhetem? Kedves kis nagycsáda? Oda se engednek. Ráadásul szólózol 5,5 órát. De mi nem mehetsz oda? Hát nem, hát dolgozik mindenki, mint az állat. Kicsit benyalsz a habba, kicsit megnyitra. Na, nézzük, ez milyen? Összeesik a sodó, tudod, szétmegy a mártás. A gyöngytyúkot már fölteszi az arcunk, mert ugye az volt most, és te így bele csipsz, és letörsz. Igen. Ez még nem elég omlós, ez még nem elég finom, ez még ugye púl kicsit, ugye? Jó poén volt Feri, de 40 percig vertük azt a habot, amit belenyaltál. Nem baj, köszi. A plakát idén is megvesz. Szóval egyébként igen, és akkor azt hiszem, is közvetíti? Nem is ülnek ott ilyen kis közvetítő sarkokban? Nemzetközi kommentátorok? Nem lehet. Tehát olyan mennyiségű információt kéne összeszedned. Bár meghívott vendégek vannak, biztos megoldható a történet. Nem olyan kitisz magad mellé, ülj be, tavalyi előtti győztes. És egyébként egy ilyen győzelem a Bocuse d'Oron, az már egy kéz egzisztenciának számít? Persze, de szerintem a 13-e is. Az tök jó, meg egyáltalán eljutni idáig. Hogy kész ez egzisztenció, hogy abból megérsz? Aha, hogy hát utána szerintem... ebből a díjból. Dehogy. Már abból, hogy... Dehogy. Jó állás, olyan állás ajánlatok jönnek ezután, hogy... De egy 13. helyezet? Még a 13. Ez világ legjobb 13-ja vagy. Uh-huh. Azért ez nem rossz. Az elsőt biztos elviszi, tehát arra lecsap valami. Szerintem a többit étterem. Is. Igen? Uh-huh. Hogyha akar változtatni, bár hogyha valaki jó helyen van, nyilván nem ugrál, de szerintem egy 13. hely a világon azért az... Az már jó. Na jó. Jónak, hát illetve most azt a plakát tervezőt ezt valószínűleg le fogják szerződtetni, pláne ha tavaly előtt itt is ő csinál. Nagyon jó, grafikusi melókat kap majd, igen. 3 perc, pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, folytatódik a reggel. Gyerekek, közlekedési híreink is vannak. Az M1-es autópálya vizes, Mosonmagyaróvár környékén már havazik, ezt Tamás küldte nekünk. Aztán a Salgótarjáni úton egy BKK sebességmérő autó van pont a Hung Expo Hotel parkolójában, és figyeli a forgalmat, de nem tudom, hogy az autósokat is méri, vagy csak a BKK járműveit. Ezt Levi kérdezi. Már mérik a BKK sebességét is? Tehát a buszokat is ellenőrzik? Ki adja a büntetést? Saját maga?
Tehát a BKK-s csávó áll a parkolóba, beméri a BKK-s buszt, majd fölnyomja a főnök helyénél, hogy több elment tízzel. Hát. És levonják a fizuból. Hát ennek kellene. Hát én gondolom, hogy. Hát és ha megcsúsztál valahol, mondjuk kicsit túllép. Hát akkor ne csúszszál meg. Ne csúszkáljál. Na, nem magad miatt csúszol meg, hanem mert mit tudom én, valaki beállt elét keresztbe, és akkor behozod, nem 50, nem hiszem, hogy 55. Ez fejez, a BKK, ez nem valami kupeáj? Hát, igaz. Aha. Hogy néz ki egy BKK-t mérő autó? Az mi, milyen? Hm. Én sose láttam még csak. Volánnak van álcázva. Sárga. Uram. Na mindegy, szóval, hogy ez ott van. 69-es villamos helyett potlobusz jár a Mexikó és út és az Újpalotai út között. Azok ismeretlen, ezt Robcsi küldte nekünk, valamint Pécs, Mecsek, mínusz 10, csúszós utak, Zsoca és Boly küldte nekünk. Gyerekek, álljon elő az, aki ellopta a mézet az asztalomról, de komolyan mondom. Jó kérdés, mert én is keresem, most megmondom őszintén. Vettem egy bödön mézet, hogy én is hozzájáruljak valamihez a közöshöz, mert ritkán szoktam. Ugye 250 grammos volt. Hát az, no, hát azért az, az bödön, az jó, is bödön. Az, hát az hát aranyárban van az, tehát ez a méz, 800 forint vagy 1000 forint van. Okácia. Hogy tényleg miért nem törik le a keze annak, aki ellopja? És most jöhetnek az SMS-ek, persze, hogy én is mindig megeszem másét, de nem ugyanaz. Megenni egy Túró Rudit a hűtőből? Az. Meg ellopni egy bödön mézet? Hát, de furcsán mérsz, te fiú. De várj. Hát de. Azért nem ugyanaz a kettő, mert egyrészt én tudom, hogy kiét veszem el. A Janiét. Ennyi. Igen. De hogy egy bödön mézet tudom, hogy ellopni, igen. Ez tisztességes dolog. De egy bödön mézet ellopni, az pofátlanság. Honnan tudod, hogy ő nem tudta, hogy ez a méz a tiéd? Ezzel az első problémát ki is írtuk. Mert ugye te tudod, hogy Jani a túról, ő meg tudta, nem hogy ugyanaz az árfekvés. Uh-huh. Mennyit lopott el? Mikor vetted az egész üveget? Most vettem, kettő kanál hiányzott bele. Volt? Ez egy nagy, rendes, mint a hársméz, vagy nem tudom. Ott megyek be, akács megcsinom egy kis zabomat, mondom, oda hozzájárultam a közöshöz egy kis mézzel, nem tiszta lelkiismeretem, nem mindig csak az legyen, hogy én is mindig megeszem többieket. Erre mit látok? Hogy nincs az asztalon. Mondom, biztos, hogy Jani átkunyarálta. Az ő asztalát is ott sincs. Hűtőben. Mondom, biztos berakta a hűtőben, mert a méznek a hűtőben a helye. Ott sincs. És tudnia kellett volna, mert én akácot nem veszek, mert az drága. Én virágmézet, vegyes virágmézet veszek, és ráadásul minél nagyobb kiszerelésben, és egy közismert áruházláncnak a terméke. De! Én most egy drágább mézet vettem, így hogy van. Érezzétek a törődést, minőségi, hogy tényleg hozzájárulok ahhoz, hogy ti is használjátok a mézemet, vegyetek belőle az abot, csinálsz kávét, nekem mindenki használja nyugodtan. De elvenni egy egész üveggel... Nem azt, lehet, hogy aha. Elduktad valahova, hogy ez ne történjen. Én nem vagyok én kirakom az asztalra, veszek valamit, hogy használjátok nyugodtan. Nem, tegnap hazafelé menet, amikor láttam, én elindult haza, a kocsi kulcsa mellett berakta a farzsebébe a mézet. Igen. Tehát erre egy méz és üveg ugye ragad, tocsog, azt már úgy nem cipeled nagyon sehova, de mit feltételez ez a dolog, hogy valaki bejön és azt mondta, hogy itt van egy üveg méz. Ezt most elviszem. Hm. És nem. Elvitt egy egész üveg méz. Nem nagyon fogy. Úgy látom, nem eszik. Úgy látom, nem eszik. És elvisz egy üveg mézet. Hát azért az nem olcsó. Ez igaz. Hát nem olcsó. Hát azért egy túra rúdi 80 forint. Nincs sehol másod? Nem néztétek meg? Szekrényben, Az van, én kerestem. Most 10 percig kerestem. Bevallom, én is kerestem, akartam egy kanállal rakni a kávénba, de nem sikerült megtalálni. Úgyhogy ha hallgatsz most minket, te tolvaj, akkor töppedjen a személy a zacskód. De olyat mondjál, ami látszik. Te lopsz a mézemből egyébként? Aha, szoktam. Nagyon jó. De hát tudod, hogy azért... De azért hoztam. Az most nagyon szép lenne, ha fölháborodnál rajta, hogy te viszed a mézemet. Viszed a mézemet. Az én drága hársmézemet te ellopod. Úgy is mondhatnám, hogy utána indultam. De nyugodtan. Ha valakinek joga és lehetősége van tőlem visszalopni dolgokat, az te vagy. Köszönöm. Tehát nyújj bele a pénztárcámmal, használd a bankkártyámat, megmondom a PIN kódot, 2204, menj ki, kérjél a pénzt. Úgyis elmaradsz már így a 3-10-es automatákhoz kirohangálása, nyugodtan használd az enyémet. De szóval, hogy nem tudom, valahogy most nyilván minden szerintem maga felé hajlik a keze, de hogy most megettem 2 Túró Rudit az elmúlt egy hónapban, ellopni egy bödön mézet. Nem szép. Nem szép. Meg a hajnali nem kiszolgáltatottsággal. Mi van az? Hol volt? Megvan a tolvaj. Az az én mézem? Az nem lehet az ő mézem. A kács méz volt? Az. Nem gondoltam. Hol volt? A Juliról. Ott volt kint az asztalon. És ki hozta ide ki? És miért hiányzik a fele? Uh-huh. Juli, tényleg ez annyira szánalmas, hogy el akartad de lopni a mézét, érted? Kivetted a táskádból. Most megbuktál, és most előveszed, hogy jaj, itt volt az asztalon, srácok. Juli, az a baj, hogy mindannyian basszus. A Zsül, a Jani, a Balázs és én is ezen az ajtón jövünk be. Egy köztiszteletnek örvendő családanya voltál eddig. Érted? És most kiderül, hogy nem te fél. Kimentem, átnéztem, mert nálunk a Miró is olyan, hogy ott van az orra előtt, és nem látja. Azt átnéztem, gondoltam, hogy ilyenek vagy. Most buktál meg. Hallod, átnéztem. Nem mézezte össze az irataidat a táskába, vagy nem? Nem, én vittem el a mézeteket.
itt volt kint. Influenzás időszak van, ó, egy kis méz. A gyerekek örülni fognak neki. Ráadásul akászméz, az egész jó. Tegnap. De nem hiány, tegnap vagy tegnap előtt hoztam. Akkor a Laci volt. Van köztünk egy medve, aki megette a felét. Aha. Nem lopták el. Nekem straight van, úgyhogy nem. Igen, tényleg fura volt, mert benn volt egy sötét árnyék, amikor jött, és mondom, Feri, te vagy a... De csak egy brummogó elsétált mell. De megszoktad már tőlem, hogy néha brummogva válaszol. Néha olyan morcos mogorva vagy, érted? Főnököm, kérsz egy teát? Ó, te, hát most ne gyere vissza ezzel. Igen, most már elloptad a mézt. Egyébként nem a méz használat zavar, mert én tényleg szívesen adok azt, ha valaki ellop egy egész üveggel. Az erős. Én nem mennék elvenni egy másik asztalról mézet. Egy egész üveget. Na, Jani Túró Rudiát szemreben is nélkül, de tudom, hogy a Jani, tudom, hogy majd hozzuk. Már vagyunk ilyenben, hogy tudom, hogy az övéd egy üveg mézet. Meg azért ezdülök. Bemenni egy irodába, tudod, nálunk van a mikro, mindenki hozzánk jár be, a sales promóció, mi nálunk van a mikro, az egyszer mikro az épületben nálunk van. Ez ki? És az egyetlen hogy normális kávéfőzőgép is. Ki tudja, hogy ott mit visznek még el? Citrompótló is. Ki a citrompótló? Soha nem vennék a számba ilyen levet, amiben benne van. Nincsen, szerintem az illető már elhalálozott, hogyha megnézed a dátumot rajta. Nem, 2015. Igen, akkor fogy az egészséggel. Mellette volt. Ez a Biniel. Az, a figyelj, kettő kéz a kézbe jár. Mi olyat nem fogyasztunk, amúgy azok a, aha, hogy hívják ők, délutániak. Kit akarsz bemártani, Juli? Balázs eleve nem iszik meg ilyen izét, ilyen hát mesterséges anyagokból összepancsolódott. Konkrétan a hajat mosnék vele, úgy néz ki, mint egy ilyen V2 sampon, nem? Tehát, ebbe leoldaná. Ebbe citromlé van, és ez az, valaki megissza. De inkább viszki oldónak jó, az nem igazi citromlé. Na szóval, aki ez, az vitte el a mézet. Menekül a gyáva. Fura volt, hogy elkezdtem a mézről beszélni, és hirtelen így felpattantál, és felpattantál, kirohantál. És hogy bele kezd keverni valakit? Rögtön. Ugye? És azonnal, nem jó, nem ő volt, tényleg nem ő volt. Nem, persze. Mm-hmm. Majd megnézzük a személyigazolványát, hogy össze. Jól, de tényleg már komolyan. Na, mindegy. Üvegmézet el. Azt mondja, visszatérve, hogy a BKK-s autóra a behajtási engedélyeket figyelik a BKK-s autók. Ez Csiga küldte nekünk. Tehát, de hova a behajtás? Ez az út szélén áll, hogy behajthatsz a 7. kerületben? Hát a trollival, vagy hova? Buszsofőr vagyok, akkor van egy útvonalam. Eddig ugye... Ha egész jó buszsofőr vagy, nem is térsz le. Igen. Na, de és oda minden nap kell engedélyt kérned, hogy végigmenjek a ízét a Tököli úton? Hát nem bejelentkezni. Jó napot kívánok, Horváth 10-es vagyok, szeretnék bejelentkezni a útvonal végrehajtására. És ezt ki kell ragasztania az útvonal engedélyét valahova, hogy a BKK-s ellenőre autóból azt lássák? Nem hiszem. Nyilván sebességet mér. Biztos. Náluk is vannak ilyen kötelmek. Hány kilométer per órával haladhat maximálisan egy ilyen? Hát az a városban ugyan az 50. Aha. 50-70, hát amennyivel lehet. Amennyivel lehet, persze. Az ilyen nagyméretű járművekkel is ugyanúgy? Zsül már ugye, rázza a fejét. Miért nem Zsül? Mi most buszvezető vagy, vagy mi van? Troli lassabban. Na jó, de az mert félnek, hogy kigyullad. Hát persze, hogy lassabban menj. Persze. Mennél nekik gyorsabban is, de nem tudnak. Az, hogy a tüzet a nagy szél fellobbantja, és ég a troli azért megy lassan, mert a kis tüzet az eloldja, tudod? Tehát, hogy... A sebesség fújtató kölege. Hogy 10 emelt át a híd alatt. Körúton. Ja jó, hát kereszteződésekben oké, de egyébként egy normál pályán a troli is megy 50-et. Most ahol kereszteződés van és két vezeték érinti egymást, ott nyilván van valami átvezető vacak, azon nem lehet átrongyolni 50-en, de egyébként 50-nel megy a troli is. Bárha. Sose mentek ezek a trollik 50-nel, Feni. Micsoda? Száguldanak? Hát igen? Persze. Még Sztálin születésnapján helyezték őket forgalomban, de azóta ezek egy javítás nélkül még viszi őket a lendület, de hát ezek soha nem nekem. Még gyerekkoromban ültem utoljára a trollin egyébként. Akkor nagy élmény. Én nagyon bírtam. Akkor jó élmény volt, tényleg. Hát nálunk ugye csak villamos volt, meg aztán egy később busz, ugye a külvárosban, már a vonat. És amikor hogy bementünk, és akkor trollizhattam egy kicsit, az nekem tök nagy élmény volt, kimentünk a Városligetbe. Ez volt a vasárnapi ajcsi? Nem. Ez a karácsonyi ajcsi volt. Ez a karácsony. Na, trollizunk egyet a ligetben, Jani. Na, szóval tegyük tisztába a dolgot, azt mondja, hogy teherautók behajtási engedélyét figyelik ezek az autók, 7,5 tonna felett előre meg kell váltani, és ezt nézik. De a BKK-s ellenőr... Ezek ilyen spéci autók, amik többek között ezeket is figyelik. Igen. Egyébként nem mindegy. Tök mindegy. Nem? Pont most akart belőlem kibukni. Hogy kit érdekel? Szóval kérdés, hogy ki a fenét érdekel ez az egész, amiről beszélünk mi 10 percen. Igen. Na.
Mi lenne, ha ma nem beszélnénk semmiről? Tök jó zene. Lehet, hogy... Minden nap csinálnánk egy olyan adást, amikor David bekapcsolt Gett mikrofonokkal ülünk, és nem beszélünk semmiről. Nem lenne kedvetek egy ilyen adást egyszer csinálni? De csak alá zene megy végig, vagy azért nem, egy ilyen nagyon kávéházi lenne, mintha nem lenne adás, mi vidáman beszélgetnénk. De ez persze kimenne adásba, de semmilyen témát nem dolgoznánk föl, hanem egyszerűen csak úgy, kit mit érdekel. Erre a troll is még fél órát, utána mézről egy 3-4 órát, én szórakoztató adás az az lenne, hogyha megcserélnénk a megszólalásokat, tehát amit beszélünk egyébként hírekről, eseményekről két megszólalás között, az menne adásba, és akkor egyébként már nem adásba, kéne jönni az meg holnap. Na, de jó lenne azért az ez egy... Ugye fordított napot csinálni? Egy fordított napot. Tehát most arról beszélnénk, amiről beszéltünk a megszólások között. Így van. És amiről beszélünk a megszólások között, az lenne az adás. Így és ugyanúgy beszélnénk. Hanyát szemét is kilopnád, te gyökér. Tehát akkor kb. Melyik... mondta el a mézemet, de tényleg, hogy melyik a gyökér, amelyik bemegy és hozzágyúl az íróasztalhoz, és miért tűnik el minden nap, és egyébként, aki ellopta a szemüvegemet, a napszemüveget, na az a gyökér, jöjjön egyszer vissza, és kerüljön a kezünk közé, igen. Na, egy kolozsvári nemzetközi repülőtérre kalauzolnánk el benneteket, kedves hallgatók. Jól van ez így, drága vezéreim? Ez jól van, régóta terveztem egyébként, hogy kirepülök majd. Jól van ez így, ezen a madárcsicsergős lejárat? Igen. Madárcsicsergős reggelen? Így van, ide reggelt mindenkinek. Madárcsicsergős reggelen, drága vezérem, szőrök barátom. Vagyok a legfrissebb hír. A kolozsvári nemzetközi repülőtér biztonsági rendszerét kijátszotta egy fiatalember a Wizz Air Londonba induló gépére, ugyanis fel tudott szökni, aki a szerelmét szerette volna meglátogatni, de már nem kapott ilyet a járatra, így felszállt a gépre. Érdemes azt is kielemezni, egyébként hogy jutsz el odáig? Minden esetre a biztonsági szolgálat nagyot hibázott, és ott vették észre, amikor a fiú a pilóta fülkében szelfizett. Tehát a hülye ahelyett, hogy leült volna tök nyugodtan valahova. Nem tudsz leülni, nincs hely. Ez is igaz. Ugye? De mindig van a póthelyek, de gyanús, hogy egyébként nincs hely, tényleg. Igen, fölesétálgat. Egyik a hátsó vécétől az első vécéig. De várjál, eladták az összes jegyet, föllógott a csávó, azért ezt tényleg fejtsük ki. Érdemes megnézni, hogy hogy jutott föl, igen. És akkor ott még ő be tudott menni a pilóta fülkébe, mondván, hogy ott biztos van egy üres hely, leülök, és csinálok egy selfie. Leült a fedélzeti mérnökszékére, igen, és leült egyébként. Zseniális. Fotózott, és a vaku, ahogy villogott, akkor vették észre, hogy hát ő ugye ott van a géper, és hogy nem biztos, hogy ott helye lenne egyébként. De hogy először ő bement a csomagoknak szánt helyiségbe, tehát ő valahol alulról próbált betörni a gépbe, és kitört egy ablakot, kijutott a repülőgépeknek a felszállási helyére, tehát a csomagokhoz ment be, valószínűleg bemászott a check-in pultnál. Igen. Bement a csomagokhoz, ahogy beült erre a futószalagra, a törökülésben, fura, hogy nem vette észre senki. A csomagok, ahol megérkeztek, ott kitört egy ablakot, és kimászott, és elindult a kifutón gyalog. És felmászott a gép aljára valahogy. Nem lehet, hogy úgy került be a csomagtérbe, hogy becsomagolta magát egy bőrönbe, és odaugrált a pulthoz, ott valaki föltette, hadd szóljon. Hát azon a pulton keresztül nem tudsz átmenni. Ti mernétek ilyen butaságot csinálni? Tehát, hogy ez így... Hát, nagyon szerelmes vagy, akkor miért ne? Nem? Hát, ha fűt a szerelem? Hát, végül is én is vettem egyszer virágot. Ugye? Na, hát... Ugyanaz, ez tök ugyanaz. Szerelmes volt. Hát ez szerintem leleményesnek kell lenni. Hát, nem? Jó, tekintve arra a tavalyi hírre, amikor ugyanígy valaki el akart jutni valahova, emlékeztek talán rá, és fölkapaszkodott a futóműre, amit ugye aztán becsuktak felszállás után, és amikor a leszállásnál kinyitotta a csávó, akkor ő így koppant a betonon. Igen, kiesett egy ilyen enyhén fagyos tekintetű. Megfagyott? Aha, hát azért úgy, hát igen, 10 000-en azért nincs meleg. Tudod. Tehát én nem kockáztatnék. Mondjuk lehet, hogy a csomagtérben, ahol a bőröndök vannak, ott egy kicsivel melegebb van. Meg van váltás, meleg ruha. Na, de a check-in pultnál ő tényleg lejutott a bőröndökhöz, és akkor ott a bőröndök mellett ő kimászott egy ablakon, és elsétált a repülőhöz. Tehát még mindig föl kell menned. Fölmászott valahogy? Igen. Vagy nyitva volt a bőrönbe pakoló, ott bemászott, és onnan fölmászott az utastérbe? Hogy jutott most nem akarok, egy ilyen Jason Bourne-os teóriával előállni, de te mondjuk ott a csomagok között, vagy biztos talált, hogy tudom én az ottani személyzetnek, vagy ezeknek a csomagosoknak a cuccai közül, hogy egy kabátot magára vette, kiment a betonra, senkinek nem tűnt fel, mert tudom én ilyen fényvisszaverős, megkülönböztető jelzéses cucc volt, valami overall, vagy ilyesmi, és azzal el lehetett jutni azért a gépig simán. Na de honnan szeret? Azért azt nem akasztasz csak úgy le egy fogassor. De szerintem azért ilyesmi, ez ott hozzá, lehet jutni. És aztán azért ne felejtsük el, hogy sok esetben mondjuk, amikor bepakolják ezeket a repülőgépeket, akkor ők fönt is vannak. Tehát a csomagosok azok fönt is vannak a gépen. És ott tologatják helyére a cuccokat. És mit mondasz a kollégádnak, amikor végeztetek? Vagy az állkollégádnak? Hogy Frank megbetegedett. Menjél mindjárt. Próbaidős vagyok.
Tehát leütött egy csávót, akinek beállt a helyére. Kiment a csomagszállító kis busszal a gépig, fölrakták a csomagokat, ő bennmaradt a gépben, uh-huh. és a másik csávónak nem tűnt föl, hogy nem jön vele vissza senki, vagy azt mondta neki, menjél nyugodtan, anyát, még itt el... Addig átveszem. Igen, itt addig elpakolok. Intézem. Elpakolok, majd becsukta magára az ajtót, és bennmaradt a csomagtérben. De nekem ez egyébként nagyon tetszik, hogy valaki tényleg ennyire szerelmes. Tehát, hogy valaki tényleg ennyire elhivatott, hogy nincs jegy, lemaradsz, nincs pénzed, és megteszed ezt a barátnődért. Ez olyan romantikus, nem? Hogy fellógsz egy gépre. Hát ez egy tinédzserkori dolog, amit végre kell hajtani, nem? Amikor kiszöktél a barátnődhöz, konfliktusba kerülsz a szülőkkel, megszöksz éjszaka, kimentél hozzá, meglátogattad, bementél a lány kollégiumba életed kockáztatásával. Hát ezek romantikus dolgok. Én egyszer annyira szerelmes voltam, hogy kőbányára is kimentem. Nagyon bátor. Tényleg? A kis Pestről átmentél Kőbányára? Lőrincről, az távolabbról. Lőrincről elmentél Kőbányára? Ráadásul Isten. Kerülő úton. Miért? Hogy ne érjél oda? Hallod? Nem, mert rossz buszra szálltam. Annyira szerelmes voltál, hogy elnézted nagyon, a nagyon. De jegy nélkül mentél a buszon? Mert akkor az ugyanaz a sztori, mint ez a repülős. Ráadásul blicceltem. És kivárt a másik oldalon? Tehát egy csajért csináltad ezt, igen. hogy te randizhass egy csajjal? Igen. És azt tudjuk, hogy ott volt a randin? Vagy te lekésted a randit? Hát ott lakott, Móniról van szó. Ja, ott lakott. Persze. És ő tudta, hogy te mész? Aha. Várt. Nagyon várt. Várt. Csak miután 2 órát keringtél a másik busszal. És akkor mi volt? Bementél egy panellakásba, fölbotorkáltál a negyedikre, és izgulva ajtót nyitott? Nem engedtek be, úgyhogy nem mentem be. Ja, nem tudta, hogy jössz? Ja, ha igen, mert becsukta az ajtót a nagymuter. Nem tudta, hogy jövök, és nem tudtam bemenni. Ide aztán nem jön be senki, igen, nem ez a féle, briganti. Igen, nem fogsz végig csaptolni. És akkor Móni jött ki, vagy lépcsőházban. Lőrinc is volt. Igen, Lőrinc is volt, igen. Kis prali. A Lőrinci prolikhoz nem adjuk oda a lányunkat. De ez nagyon jó. És akkor a ilyen lépcsőházas linoleum most ilyen fél... Nem. Ők egy másik kategóriához tartoznak, nem ahhoz, mi. Hogy, nem, ők egy kis családi házas volt. Szép helyen. Egy szép családi házas, stb. És nem tudtál bemászni az ablakon, át a kerítésen, be az ablakon? Nem, mert ott volt csó. Toni kutya. Toni kutya pedig kiszámíthatatlan volt, és akkor még nem szeretett annyira. Két védelmi vonal volt Móni így körül, Toni kutya és a nagymama. Így van. És ebből, a nagymama harapott durvában. Igen. Tehát ez azért volt veszélyesen, Toni kutya az egészen kezelhető lett volna, a nagymama viszont nem ismerte az ügy, állj, fekszi, semmit. Tehát nagymama csak azonnal nyakra ment. Neked volt valamilyen nagy szerelem, amiért itt tettél valamit, mert nagyon szimpatikus ez a történet. Nekem tetszik ez a srác. Már abban az értelemben, hogy ennyi mindent megtesz, hogy mit tudom én, nem tudom, tényleg levágtatok egy kecskét egy kényszervágáson. Azt mi minden nap levágtunk, ne hülyéske, egy perc. Ma is malacot áldoztunk, valamint birkákat. Főtél szamár, és áthajtottad magad a másik faluba, hogy bicikliztél Battonyán. Ez konkrétan volt, még, ahogy én elballagtam negyedikben, akkor a szerelmem ott maradt, és ő lett negyedikes, mert egy évvel fiatalabb lánnyal kezdtem, és akkor történt meg, hogy új kígyósó kerékpárral, illetve többször is, mert egyszer stoppal, és akkor be kell vallanom egy bűnöletet, az kerékpárt loptam, mert nem tudtam visszajönni éjszaka. Azért az jó? Az kemény. És, mert ez már a hazafelé menetel volt, oda még stoppal el tudtam menni, vagy talán busszal már nem is emlékszem, az volt a lényeg, hogy hát ott kellett maradjak egy kicsit éjszaka a lány kollégiumban, és amikor hajnalodott a dolog, akkor el kellett indulnom visszafelé. De annyit mondja, hogy odaértél éjszaka? Már, hogy célba értél? Persze. Oda. Célba? Na jó. Oda. Igen. Oda? Csak lekésted az utolsó buszt, mert jövök. De abban az értelemben odaértél? Oda. Úgyis odaértél. Úgyis oda. És aztán pedig kerékpár eltulajdonítással átjutottam, azt hiszem, Medgyesegyházára, mert onnan már volt csatlakozás. És aztán másnap kocsival visszamentem, és visszahittem a bringát a kocsmára. De milyen korrekt. Hát most nem fog ez elopni. Jó, de ezek nagy hőstettek. Ennyire nem lukhattam be. Nekem is volt gimnázium egy barátnőm, és de nagyon szigorú volt a nevelőapja, meg üvöltözött velem, és mondta, hogy menjek föl egy kicsit, és védjem meg. Kis poszkiba beültem. Ablak letekert, kemény vagyok. Letekertem az ablakot, a lány Pili Szentkereszttel lakott, ez dobogó kör, 3-szor robbantam le a föl Szentkereszti körülbelül, az autó nem ment föl, mindig meghalt az aksia. És tudtam, hogy az öreg mindig bent áll az ablak mögött. De hogy mindig kikísérte a lányát, sose integetett meg semmit, csak hogy állt az ablak mögött, függöny volt, és nézte, hogy kijön érte. Mint Norman Bates. Igen, egyébként tényleg. És tudtam, hogy ott van. És egy nagyon nagy veszekedés után mondta a lány, menjek el, mentsem ki, tudod. És fogtam akkor az a kormányzár volt, emlékeztek arra, hogy föltettél a kormányra, meg a pedálra. Igen. És a kormányt és a pedált kötötted össze a kis poszt. Egy méteres vasrúd. Széthúszod, egy méteres vasrúd, és ilyen kampos volt a vége. Kintottam a kis poszt kiajtaját. Tizat
És fogtam ezt a nagy rudat, tudod, és így leraktam a betonra, így leengedtem, a kezembe volt, leengedtem. Látványosan? Nagyon látványosan, és elkezdtem így húzni a betonon. Úristen! Tudod, mutatva, hogy agyon vernek a vascsővel, te szemét. Mint a Nyikitának az elején, amikor jönnek az utcán. Igen, mert tudtam, hogy néz. És végig húztam így a betonon, tudod, ami így odaütődött ez az érces, ugye ez egy vascső volt tulajdonképpen. Mire üzent a csávó a lányon keresztül következő héten, hogy ne fenyegessem egy esernyővel, mert kilövi a szemem. Esernyő. Mert a hülye nem látott, tudod, csak azt hittem, hogy egy kis hülye, egy kampos vég egy esernyővel fenyeget. Te jó. Mondja, hogy ne fenyegessem, mert kilövi a szemem legközelebb, tudod. De miért nem két baltát ütögetél össze, mint a kobrában, tudod. Hát, várjál, tulajdonképpen a mondatban nem az esernyő volt a lényeg, hanem az, hogy neki volt puskája. Volt puskája, kilövi a szemem. De hogy én nem tudom, mit gondoltam, vagy én mit akartam neki üzenni, csak én éreztem, hogy figyelj öreg, nálam van egy vascső. Rohadt kemény. Nehogy eljárjon a kezem, tudod, és Isten, le ne robbanj, csak el tudja kiindulni, ha kijön mennünk el, tegyem egyesbe. Na mindegy, leállzó, kijött, elmentünk, és utána egy hét múlva jött az üzenet, hogy én ne fenyegessem őt esernyővel. De olyan büszke voltam magamra, hogy ezt kis Polszkival egyébként, a 650 kis köbcentivel felküzdöttem magam Szentkereszt, és ezt megtettem, hát ezek nagyon jó dolgok. És jövő héten, mikor mentél? Nem láttam többet az öreget, nem volt utána. Valami, tehát találhatott is, mert utána egészen mi lett volna, hogyha vagyok így, nem egy ilyen fenyegetőzős típus az öreg, hanem ilyen rögtön cselekvős. Kijön egy kasszával. Húzod magad utána ezt a vascsövet. Nem, hanem csak hallasz egy ilyen kis hangot, és egy ilyen négy és feles kulót, tudod, így szétkerődik a homlokodon, tudod, egy ólom darab. Igen, de úgyhogy nem hallok meg, csak tényleg kilövi a bal szemet, tudod. Tüzelnek! De kemény vagy! Tüzelnek! Hallanő ezt a tök jellegzetes jelöl, amikor a lépuskának megtörik ugye a csövét, így és így újra tölt a rohadni. Igen. De egyébként magam sem tudom miért, mit akartam megverni, nyilván nem vascsővel, egy kormányzárral, nyilván csak megmutatni, hogy figyelj, a lányod olyan pasival van, hogyha kell, bemegyek a tyúkolba a kis poszkival, érted, az előveszem ezt a vascsövet, és agyonverlik meg. Az igen, esernyőnek nézte. Úgyhogy hát igen, az ember sok mindent megtesz, akkor a szerelmes. Na, nézzük meg, hallgatók, mit csinálnak. Jó, drága hallgatók! Ha már itt volt ez a kis fiatal ember, aki egyébként egészen Londonig repült volna az ő szerelméért, ami tényleg egy nagyon romantikus történet, és még a nyakába vette azt is, hogy akár börtönbe kerülhet, egyébként aztán nem tartóztatták le. Nézzük meg, hogy hallgatóink kicsit ilyen szerelem ittasan mi volt az, amit megtettek. Bemásztak, megszöktek, verekedtetek, lánykérés nehéz körülmények közepette. Yeah. Bármi olyan, amikor valamit megtettetek ti azért a lányért, akit régen szerettetek. Nehéz lesz überelni minket, azért értelek. Hallod, viccelés kőbányára, egy bicikli lopás és egy esernyőnek látszó tárgyal való fenyegetőzés egy lefulladó félben lévő kis poszki mellett, hát azért. Na de milyen romantikus ez. 7:08 pontosan, 1 perccel várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Viszont kívánjuk. Én viszont kívánjuk mindenkinek, igen. Annyira udvarias vagy. Hát figyelj, de így ki köszön neked is, csak te meg egy, mi vagy a proli. Ja, igen, ja, tényleg. Általában a hallgatóknak köszönök, nem nektek. Most nektek ja. Na jó van akkor. Lukra futottál, visszavonom. Vetőtté Ferencem. Hát minden megszólalás, nem köszönöm. Nem, persze. Balázs, én is Pili Szentkereszten lakom, a szomszéd lány is abban a gimiben járt. Ki segíts, ki lehetett? Kérdezi Csaba. Nem árulom el. Na, hát ha még megvan apu és a puska. Hát ha megvan még egyébként. Igen, írják, akkor is külövöm a szemet. Üdv a nevelő apu. Szatyi küldte. Még mindig megvan ám a puskám, írta nekünk Miska bácsi. Ugye arról beszélgetünk itt a hírek alatt, hogy egy fiatal ember megpróbált felszállni egy kolozsvári járatra, méghozzá a Vizer egyik gépére, hogy eljusson Londonba az ő szerelméhez, a Kolozsvár-London járatra, ami egyébként emiatt a kis incidens miatt fél órás késéssel tudott csak elindulni. Ugyanis hát egész egyszerűen átmászott a check-in pulton valahogy, ráült a futószalagra, a bőröndök közé került, aztán alul kimászott, elsétált a repülőig, és ott felmászott a repülőre. Majdnem egyébként oda is ért volna Londonba, csak szelfizett a pilóta fonképen, és ezt viszont ott kiszúrták, nem annyira szeretik, kérték a beszállókártyát, észrevették, hogy linkelés, és leszállították. És arról beszélgettünk, hogy ki mit tett már meg a szerelmért, hogy ki mikor, milyen hőstettet hajtott végre, ami hát arról szólt, hogy ő bebizonyítsa, hogy ő már pedig mennyire szereti azt a lányt, akiért azt megtette. Egyébként ez a selfie is valószínűleg arról szólt, hogy egyfajta bizonyíték legyen a lánynak, hogy ő mennyi mindenre képes azért, hogy már találkozzon. Már úton vagyok hozzád.
Igen. Na, vannak nagyon jó SMS-ek. Én 20 éve lekéstem este az utolsó buszt, ezért átfutottam a kb. 15 km lévő faluba barátnőmhöz. Menő. Ugye, hogy milyen erőket képes megmozgatni a szerelem. Igen. Igen. A volt barátom... A volt barátom rengeteg érdekes dolgot meg tudott értem tenni, egy-egy veszekedés után, sajnos ilyenkor ritkán volt józan, így eshetett meg, hogy fel akart mászni az erkélyünkre egy üveg pezsgővel, mert ez akkor jó ötletnek tűnt. A szomszédunk piszkálta le az ereszről, szájában az üveggel, mivel volt egy kis technikai gondja a kivitelezéssel. Ezt Timi küldte nekünk, köszönjük szépen. Jöjjön le! Oho, de értem azért egy üveg, most gondolod, egy üveg van, egy pezsgősüveg van a szádban, azért az is vagány. Kemény, igen. Balatonfüreden a Hotel Marina erkélyein másztam keresztül a barátnőmhöz, mindezt a 8. emeleten. Kérdés, hogy miért nem tudtak együtt aludni? Nem? Szülőkkel voltak, és át kellett valahogy hússan. Igen. Tibi vagyok, én 1986. júliusában 4 órát vártam a Blahán a feleségemre, de megérte. Írja nekünk Tibi. Igen. Mert nem jött el. Igen. A kolozsvári srác egy műszaki helységen keresztül jutott be a repülőhöz. Uh-huh. Ennek az ajtója nem volt bezárva, amúgy bűnügyi eljárás indult ellene. Oké, de abban a műszaki helységbe be kell jutni valahogy. Nem volt bezárva, így van, igen. Na de hát te kimész itt a Ferihegyi reptérbe. Ott be van zárva. Ha hallod? Hát tudom. Ott be. Ja, hallod, Ferihegyen rend van. Ott rend van. De nem ezt akartam mondani, hogy jutott be? Hát gondolom nem volt bezárva. Hát nem is jutsz el. Egész egyszerűen nem tudsz elmenni olyan részre a reptéren, ahol már van esélyed, de mászni szekrénybe. Tehát, hogy lezárt az utasok elől, szerintem. Igen. Hát ott kicsit más azért, más az infrastruktúra. 2 évig laktam esténként egy ruhás szekrényben a barátnőmnél, mert az anyukája elég szigorú volt. Ez nagyon jól hangzik. Igen. Ez tetszik. Fölhívod, Gyuli? Bepirosoztam neked. Jó, hívám Fölici, mondja már el, hogy jött a mama, és be kellett mászni a ruhás szekrényben? Uh-huh. De a mama nem is ment ki, és meg kellett várni a reggelt, amíg elmegy dolgozni? Vagy hogy? De gondolom elbújt, és aztán, amikor mama lefeküdt, akkor tudtak együtt lenni. Mindjárt megkérdezzük. 16 éves voltam, anyu még nem engedtek, hogy találkozzak a fiúmmal, nem is volt nekik szimpi, és akkor az ellenőrzőmben is rossz jegyek voltak. Úgy oldottuk meg a talit, hogy az éjféli vonathoz elkészültem, 20 kilométeres távolt közöttünk, az ágyamat egy szőrös kabáttal kitömtem, hosszú hajam volt, majd az ajtón kapunk kimásztam, hajnalban 4 körül jártam haza, volt gyomorideg rendesen. Hát ez egy klasszikus filmes jelenet, az, nem? Az. Amikor kiszöksz a barátnőthöz, vagy a barátodhoz. De ez jó. Szerelem. Igen. Andi vagyok, 16 évesen Pestről mentem Békés Csabára egy Subbase koncertre, hogy meglepjem első szerelmem. Későn ért véget, így a fiú kollégium szekrényben aludtam a reggeli vonatig. Te jó. Milyen? Az is nagyon szép. Na itt van a hallgatónk, aki ruhásszekrényben volt. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Na, miért kellett neked ruhásszekrényben lenned 2 évig? Hát, barátnőm anyukája elég szigorú volt. Elég korán esténként, ilyen 8 óra felé már jelezte, hogy indulhatok haza. Hát én persze szerettem volna maradni. És akkor ez volt a trükk, hogy eljátszottuk, mintha elindultam volna. És közben behuppantam a ruhásszekrénybe, kb. 1-2 órát ott töltöttem minden este. És akkor ilyen este 10 után kiszivárogtam. Zseni. Ja, hogy mama lefekült, és akkor tudtál kijönni a ruhászekrény. Kezi csókolom! Igen. Ajtó kinyit, bejárati, becsuk, de belülről. Lépés hangok. Elmenn már, és ott dekoltál a ruhászekrényen 2 éven keresztül? Igen, a barátnőm készített be nekem vizet, párnát, mindent, tehát ez körülbelül 2 évig tartott. És miért kellett 2 óráig bent lenni? Addig nem feküdt le a mama? Tehát meg kellett várni, amíg elmegy aludni? Persze, esti beszélgetések, sokszor rólam is, egy elég érdekes volt. És végighallgattad, hogy hát, aranyom, ez a Zolika, ez egy a olyan link alak, te vagy jó, hogy nem hallasz, igen, csak ezt a suharcot ne. Mama nem bírt egyébként? Tessék? Nem bírt? De nagyon szeretett. Később aztán persze ez a lánya barát, vagy a feleségem lett, úgyhogy nagyon jóba, anyusommal nagyon-nagyon jóba voltunk. És azóta is együtt? Igen. Tehát életed első nagy szerelmét el is vetted, és azóta is együtt. Igen, nagyjából így van. Ez milyen romantikus. Milyen romantikus történet. Ez kb. 20 éves történet, úgyhogy. Azt a mindent. És a mama azt nem akarta, hogy legyen kettőtök között valami, vagy a mama azt nem akarta, hogy esetleg ott aludjál, aztán este történjen valami? Nem, én szerintem egyszerűen a mama úgy volt, hogy ne ő alkalmazkodjon én hozzám. Aha. Tehát egyszerűen azt mondta, hogy jó, én eddig viselt el, és utána oldjuk meg valahogy, szerintem egyszerűen erről lehetett szó.
Írja valaki, pontosabban Geri, remélem az a szekrény Narniára nyílt, ugye van ez a film, hogy bemászok a szekrény kronikájára. Igen, és egy egészen más világ tárul ki. És mit csináltál bent a szekrényen? Két órát aludtál? Hát unatkoztam, persze. Unatkoztam, nem aludtam, nem, próbáltam ébren maradni. Aha. Hát de megérte akkor ezek szerint. Meg, abszolút megérte, meg aranyos történet, úgyhogy igen. Gyerekek is vannak már? Igen, kettő, már elég nagyok. Ez milyen ritka, hogy valaki beleszeret az első lányba, hozzámegy, elveszi, élete nagy szerelme, két nagy gyerek, nem? Azért ez egy ritkább történet, az ember túlmegy egy-két, vagy túl van egy-két kapcsolaton, mire megtalálja azt, akivel mondjuk összeállásodik. Igen, általában. De bújócskánál szólsz a gyerekeknek, hogy a szekrényt hagyjátok sem. Igen, nem, hanem a kislányom, ha felső erdül, azért a szekrényedről ki fogom nyitogatni. Azt egyébként rutinosan meg kell nézni. Megvan még a szekrény? A szekrény az már nincs, az elajándékot. Hogy tehettetek ilyet? Hát ez vittük, egy darabig vittük magunkkal, tehát ahogy költöztünk, mindig vittük magunkkal, de aztán kinőzgetten elajándékoztuk. Nosztalgiázás nem volt egy-két órára bemenni este évfordulókon? Igen, tényleg. Kicsit bemászni. Igen. Na jó, hát ez egy nagyon helyes történet volt. Zoli, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm szépen. Jó munkát neked, ciao. Köszönöm. Aki átmászott a nyolcadikon, annak azért kellett, hogy kérdezzük, hogy miért, mert hogy tanár-diák viszony volt. A féliskola a folyosón dekor, ezért kellett az erkélyt használni. Tehát ő átmászott a szerelméhez, valószínűleg tanárnéni volt. Ugye az erkélyen, mert hogy megrontotta. Hát vagy a tanárnéni mászott át a diákhoz. Az még benne a nyolcadikon. Igen. Elloptam 16 évesen apám ML mergáját a garázsból hajnali egykor, és bementem a városba, hogy imponáljak az akkori csajomnak. Hát bejött neki. Egy ML mercivel könnyű, nem? Tehát arra azért csajozós gép. Az csajozós, igen. Az csajozós. Micsoda? Az első szerelme május 1-ére virradó éjjel bikalánccal lelakatolta a kapunkat. Apám fémfűrésszel kezdte a munkába menetelt, örült nagyon, írja Éva. Ez mire vonatkozik? Aha. Nem akarta a szülőket kiengedni? Vagy ezt nem teljesen értem. Hát, hogy itt a szerelemmel volt az, aki befenyítette a szüleit. Ah, igen. Egyre nehezebben tudok elbújni a csajommal a férje elől, de nem adom fel, írja egy hallgató. A volt férjem reggel ott aludt, reggel kimászott az ablakon, le az erkéről, kiment a kapun, majd becsöngetett, hogy jött hozzám. Ezt Szili küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, hát ilyen ősteteket hajtottak végre a hallgatók. Ezek helyes történetek egyébként. Ez a csajhoz bemászós sztori, ez nektek volt ilyen? A csajhoz bemászós? Igen, hogy nem engedték a szülők este még visszamenni, egy kicsit ilyen búcsúzás után. De hát ezért csak ilyen... Nem, ez nem volt, nekem nem volt. Egy nyári tábora volt ez a tanároktól való bujkálás, hogy hívják, az emeletes ágy alatt túlélése a tanári vizitnek. Azt kell már mindenki! Olyan volt, hogy sítáborban rányítottam a barátomra, aki a biológia tanárral kezdett éppen összejönni. Oh. És hát az tanárral? Egy tanárnővel. Nővel, köszönöm. A barátom a biológia tanárral az egy nagyobb sztori. Azt úgy kifejtettem volna. Azt jelentenem kellett volna, igen, az lehet, hogy egy érdekesebb sztori lett volna. Biosz tanárnővel. Frissen végzett egyetemista biosz tanárnővel. Oda kérezkedtél? Nem, én csak... Hely? Nem, csak leült így a mellettük lévő ágyra. Én csak jó barátként érkeztem, érted? És nem tudtam, hogy bent a sítáborban az emeletes ágyak alsó szintjén már a barátom szakkörözik a biológia tanárral. Én meg elkezdtem üvöltözni a nevét, mert nem volt... Borozzák a bibét! Borozzák a bibét! Gyere elő, hol vagy? És mondtam a nevét, mondta, hogy nem jöttél volna kettő perccel később, akkor már minden, minden megtörténik. Szóval a sítáborban elkapni a biosz tanárt, szerintem az... überelhetett. Középiskola? A gimnázium, így van, és akkor már egy frissen végzett egyetemista kis biológia tanárnő volt. Nézzük meg a Facebookon. Megmondom neked, hogy hogy hívják. Én emlékszem, hogy megmondom neked, hogy de jó. Na, jó, akkor gyorsan valami zenét. De akkor végül is nem kapta el, mert te közbeavatkoztál, vagy rossz kolér. Félig elkapta. Félig elkapta. Egyik elkapta a másikat. Egyik félig elkapta a másikat, és ő volt azon az oldalon, ahol jobb elkapta. Talán ő, úgyis meg fogjuk nézni a Facebook oldalát. Írjon nekünk SMS-t. Most adja föl magát, jobban jár. Most mondj el, hogy milyen volt az én barátom. Igen. Na játszunk Óven bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello! Hello! Ciao. Szilvi vagyok. Szilvi, hello Szilvi, honnan hívsz minket?
Győrből. Győrből. Milyen ott az idő? Mit csináltok? Hogy vettek? Jó idő van, még nem esik a hóbár, azt mondják, hóbár körül esik már. Tényleg? Havazás mondanak? Igen. Igen, igen. Az ország nyugati részek körül? Lesz egy kis havazás? Lesz egy kis havazás. Észak-észak-nyugat. Aha. Jó, hát az jó, irigykedünk, mert itt már nem sok volt. Igazából jó lenne, még lenne egy kicsi. Mivel foglalkozol? Az ipari parkban dolgozok Győrbe, BMS dolgozó vagyok. BMS dolgozó? Hát rövidítés a betanított munkásnak. Betanított munkás, hiszem a BMM. Aha, tehát betanított munkás. Ez az ipari park, ez az Eto park ott a stadionnál? Hát inkább beljebb, tehát az Audi felé jobban. Az Audi felé jobban. Aha. Igen. Jó, de nagyon kis vidám a hangod, ez jó. Jaj, én pedig annyira izgulok, ne tudjátok, már most írtam először SMS-t, és sikerült. Tényleg? Oh. Igen. Na, hát ilyenkor mindig sajnáljuk azokat, akik a 30 SMS-t írnak, és ezt hallják otthon. Igen, azok ilyenkor mindig kicsit szíven szúrják saját magukat, de nem baj, hát ezt igen, kell egy szerencse is, persze. Kell, persze. Valaki segít, vagy egyedül vagy? Sokan vagyunk. Itt a kolléganőnk is, már valamelyik lerágta a körmét, annyira izgul. Na, de hogy nyerjetek, vagy az ajándékcsomag miatt, vagy mi az izgalom fő oka? Ez a végül is az, hogy először írtam, és mert tizen nem tudom helyével a Morning Show-t, illetve beleteket, és előtte a Danubius-t hallgattuk. Te jó fej vagy, köszönjük. Rendes tőled. Igen. És nagyon jók vagytok, imádunk beleteket. Köszönjük, köszönjük szépen. Na mutatjuk akkor, mit csinálnak, jó? Ezek a kedves drága emberek, figyelj. Köszi. Ajajajajaj. Ott is mézet lopnak. Igen, Beru néni lopja a mézet ott is. Na figyelj, jön egy rövid részlet. Hallgass meg. Na. Óha. Nagyon rövidet mutatom, mert nagyon könnyű. Nagyon szépen visszaénekelted. Nem segítünk, mert nagyon könnyű. Kérdezhetek? Bájalek? Mert nekem nincs más. Nagyon ilyen vagy. Én szeretem ezt a számot, gyerekek, még mindig. Hallgassuk már meg hírek után. Hallgass. Menjél haza, aztán főzessél. Köszönöm, sikerült. Én bírom ezt a dal, gyerekek. Olyan jó hangulata van. Nagyon jó vagy. Pedig én ezt nagyon nem szerettem ezt a számot, amikor meghallottam kollega, mert mindig felhangosított, és én kimentem. Én kedvelem ezt a kedvelem. Na de most már megszeretted, hogy nyertél vele. Köszönöm szépen. Van egy ajánlói csomag, Szili! Jaj, de jó! Halljátok a tapsot, fiúk! Halljuk, igen, egész komoly kis kollektív a gyűjt. Az. Remélem, nagy lesz az ajándékcsomag, hogy tudjak osztani belőle. Hát, várjál, azt nézem, hogy az Óven bácsinál van egy pasztartó, van sapka, sál és bögre. Bögre jó. Van az Óven bácsinál. Igen, mert a hárosugrásnál van ugye a Morning Show-s óránk, úgyhogy lesz egy szép Klassz FM-es bögrétek is. Jó? Jó, köszönjük szépen. Továbbra is így, fiúk. Szép napot. Nektek is jó munkát. Sziasztok. Hello. Szanyóc után báj Alex. Nem akarjátok? Hát figyelj, én már többször elmondtam. Én kedvelem, nem tudom. Megszerettem ezt a számot. Ne álljál már oda, te! Várjál, azt akartam mondani, hogy a frissebb számai felértékelték ezt a dalt. Jaj, annyira rosszak az új számok. Gyerekek, nem azért, de már... Nem tudod, hogy nem szabad belenyúlni a zenébe. Tudod, hogy megint mi lesz a szerdai értekezletem? Már túl vagyunk rajta. Tényleg, de a jövő szerdai rossz. Akkor nem jövök. És gondolj. Jó, akkor. Majd azt mondjuk, hogy a Zsül valamit elszól. Erről van szó. Tényleg, legyen a Zsül. Tényleg, legyen ő a hibás. Legyen ő. Na. Most már ezt így adásban meg is beszéltük. És úgy hallgatja az, akit ez érdekel. De nem hittetek nekem, mikor az Eurovízió még ment a válogatás. Mondom, hogy ebben a dalban gyerekek van valami. Ez a dal odaérhet. És ez a dal aztán ilyen hirtelen az Eurovízión tizedik lett. Uh-huh. Emlékeztek? Azt hiszem, talán tizedik lett a Bayern. Nem emlékszem rá, hogy ezt mondtad volna. De végigfuttattam ezt a kedvesem. Végig tolta. Hogy a gyerek, az egyetlen dal az egész mezőnyben, amiben van valami az a kedvesem, ezt az elejétől kezdve toltam. És aztán kiment, és tényleg tizedik lett. És tizedik lett? Igen. Ez a szám. De hol érzed a marson? De jó! Istenek, hallották! Gratulálok, hogy hívek a fiú? Emberek, a Holdra léptünk. Ember a Holdon? Elképesztő. De nagy. Hát. Jó, aztán jött a Kálai Sanders, és utána már odaért a harmadik vagy ötödik helyre. Basszus, gratulálok! Ilyen dolgok történnek. Hát mi nem szóltak? De jó. Na gyerekek, csütörtök van. Ez pedig azt jelenti, hogy megjött a mi Gáborunk. Na. A Gábor? Hát ez isteni!
ki vagyok azon, ennyi amit jó hozott, mint téma egyébként, megőrülök. Nem, eddig az volt, hogy együnk sok fehérjét, meg a gyerek is egyen fehérjét, meg most a csecsemő is egyen fehérjét, meg a gyereknek az a jó, ha eszik sok fehérjét. Erre most kiderült, hogy nem jó a gyereknek, ha eszik sok fehérjét, mert elhízik a gyerek, kevés fehérjét. A fehérjétől, nem a szénhidráttól. Nem, képzeld el, hogy ez most valami új kutatás, és az ember tényleg azon gondolkozik, hogy most már semmit nem jó enni, mert hogy 50-100 éves, nem tudom én... hitrendszerek dőlnek meg azáltal, valami... hogy kitalálták, hogy nem jó, ha a gyerek sok fehérjét eszik. Nem az volt addig, hogy egyen sok fehérjét, mert az kell, meg attól épül, meg a csontok, meg kalcium. Mit ehet? Azt meg tudja mondani? Mert most már mindenre azt mondja, hogy nem ehet. Nem, ez nem az ő találmány, ez egy két heten robban nagyot a bomba, hogy a fiatalkori elhízáshoz hozzájárul az, hogy a gyerekeket tápszereken keresztül, stb. Mit tudom én, tömik fehérjével, míg mondjuk az anya tej 0,1% fehérjét tartalmaz. Tehát a természet valójában tudja, hogy mire van szüksége a csecsemőnek, és hogy fiatal 4-5 éves gyerekeknek is adod az állati fehérjét, sokat, ugye? Mert hogy azt gondoltad, hogy az jó a gyereknek. Ez egy teljesen új dolog. Ez a Gábort is megdöbbentett. Tegnap ott ült, lehúzott redőnyök mellett, megzuhanva, kicsit így összeroskadva, még a kedvenc csicsokáját is eltolta magától, mert ő is annyira megdöbbentette, hogy egy ilyen régi dogma dől meg. Igen, belefejelt a kandírozott alóverájába, igen. Arrébb tolta a pörkölt puliszkát, és azt mondta, hogy ebben a világban ő már nem akar. Hagyd most a passzújjal, szívem! Na, Gáborra folytatjuk Ákos hírei után. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello! És hát igen, bye Alex dal. Vagy nem tudom, tudom, de nem tudom. Igen. Jó volt újra meghallgatni szerintem, olyan régen hallottuk, ugye már nem is játsszuk ezt a dalt, már hogy nem mi, hanem nyilván a rádió, de hogy én kedvelem, szóval, hogy más, mint a ma hallható összes kicsit ilyen tucat dal, hogy egyszer csak jön egy dal, és annyira más a hangulata, hogy így visz magával. Ebben igaz. Még ha nem is szereted, akkor is más a hangulata, mint a Calvin Harris Tiesto és Rihanna című szösszereteknek, nem? Valahogy egy más, tök más. Teljesen. Érdekes dal. Igen. Azt mondja, hogy jobban örültem volna valami disznóülő metal zenének. Igen, szúráshoz nem ideális. Ott áll előttem a 150-es coca. Arra nem, hát ezt nem akkor kell. 2,5 millióban állt meg egyébként, most nézem. Azt mondja, hogy igen, 2,550,936 megtekintés, az nem rossz. Egy magyar előadó esetében. Hát az nagyon szép. Nagyon szép. Na, nézzük, hogy milyen közlekedési híreink vannak. Erzsébet Fasoron nehéz a haladás a Szél Kálmán tér felé. Nejem szerint nem számít a dugó, lehet hidegeltünk zabot-babot. Fontos, hogy ha ránézzük a gyermekeinkre, a szemünk ragyog. Ezt István küldte nekünk. Zabot-babot. Mindig ráfutok István esemesére. Igen, az M5-ösen közlekedő autóban kislány nincs bekötve a gyerekülésbe. Fekete pont a sofőr anyukának. Köszönjük ezt is. Hogy nincs bekötve? Ül a gyerekülésbe, de nincs átkötve a biztonságjövőben? Az a okos gondolat volt. Tudja, igen. Beretyó Újfalú és Derecske között a 28-as kavicsnál lézersó van. Ezt kis Ati küldte nekünk, és az M7-esen most készülnek fotózni, méghozzá a 147-es kilométernél a határirányába, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Nézem, hogy van-e még valahol trafi. Igen, a Gyömrői úton kifelé, a Kagylós benzinkútnál szintén fotóznak, ez Zozó küldte nekünk, és Csornán, a Soproni úton, Szürke Kisbuszból szintén mérnek. Hát ez a csornai mérés, ez olyan, mint a Farád belterületén, Csornán, ugye? Hát ez... Mindig ott vannak, igen. A macskámat is megnyugtatja Báj Alex. Látjátok milyen dal? Szala írja, hogy már tényleg csak a tipikus sztereó kellene, és akkor meg is vagyunk, igen. Na, csütörtök van, ugye? Úgy jöttünk el reggel otthon. Reggel mi találkoztunk Jánossal a szerkesztőségben, még egymás kezébe csaptunk, és azt mondtuk, hogy... Ma jön. Itt lesz a férfi. Már érkezik is Gáborral, folytatjuk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lép be te is az E-mentes övezetbe, Balázssal. Gábor! Gábor!
Hello! Jó reggelt, szervusztok! Basszus, ezzel a szignállal szerintem választásokat lehetne nyerni. Imádom. Imádom. Imádom ezt a szignált, komolyan mondom. Majd meg kijátszuk neked CD-re, jó? A CD-d mellé. Nagyon jó. Mi újság van? Köszönöm kérdéseteket. Ettem puliszkát a hétvégén. Na, de jó. Fantasztikus volt. Szüleim készítették. YouTube-ról sem? Volt benne tejtermék, itt most volt benne, mert szüleim úgy készítették, és nem utasítottam, vissza. Nem, pörc az nem volt bennem, de... Szüleid is meg lehet csinálni. Nem, nem. Ők nem, nem, nem. De figyelemmel kísérjék a pályánkat, a pályámat. Hát, húsot sem szerepel az ételünkben. De nekik meg van a maguk fűszerezése és világa, de fantasztikus volt ugye az ízvilág, úgyhogy ajánlom. Ők nem csodálkoztak rá annak idején, amikor Vega lettél? Nem mondták azt, hogy tettek föl kérdéseket azért, de elfogadták. Elfogadták. Meg ugye az élet az hozza, tehát hogyha valami működik, akkor az idővel kiderül az egészségi állapoton, az erőléten, tehát hogyha mondjuk ilyen beteges, ilyen gállóképességű az ember, akkor csak látja, hogy ez nem működik. Itt mi az ellenkezőjét tapasztaltuk. Magyarázatot követelek arra a pólóra, ami rajta van a Gáboron. Nézd meg a feliratot. Mi egy menő motormárka. Nagyon laza, fekete rövidújú póló, nem? Ugye? Érleg, nagyon. Nem. Semmi előadás, semmi fellépés? Nem, most nincs. Ezt kaptam. Aha, nagyon menő. Azt hittük, szereted a motorsportot. Kevésbé tudnának elképzelni egy ilyen ezres, nem tudom, motoron, de hogy... Ne, ezres, király kategória, érted. Motorozol? Nem motorozol, nem? Nem. Volt egy idő, amikor szerettem volna, és vásároltam is egy nagy motort, de nem volt jó vásárlás. Mire visszavittem a motort, már a pénzt is nem, tehát nem szerették volna visszaadni, egy elég kellemetlen üzleti tranzakcióm volt. Utána szüleim lebeszéltek. Szóval palira vettek. Mondhatjuk így is, igen. De úgy vettél motort, hogy nem is volt jogsít, vagy megcsátattad a jogsít? Volt motorjogosítványom már, csak a vásárlásban nem voltam járatos. Hát mind a mai napig küzdök az ilyesmivel, a műszaki dolgokkal, és hát szépen becsaptak. Utána át kellett gondoljam az életemet, hogy hogyan tovább, mert elég sok a motorba esett. Egyébként abban az időben aztán maradtam a kocsinál. Hát én minden évben elhatározom, hogy megcsap motoros jogsít, és elkezdek motorozni, de 40 évesen olyan kellemetlen. Tudod? Miért lenne kellemetlen? Hát, mert azért azt mondják, akik valójában motoroznak 20 éve, hogyha nem tanultál meg eddig motorozni, akkor 40 évesen az már kicsit ilyen divat motorozás. Tehát egy komoly motoros azt mondja, hogy mikor kell, na jó, akkor hagyjuk. Tehát, hogy meg lehet, csak én félek, hogy nem tudnék jól motorozni, február 12-ére vagyok beírva egyébként Kressz vizsgára. Egy kérdést nem láttam még egyébként, de most elhatároztam, hogy idén tavasszal megcsinálom a motoros vizsgára. Dehogy cikját, gondolj, Deus a Johnnyra, a Búzes Sanyira. Jó, de 20 éve motoroznak. Jó, de már 50-ek voltak. Igen. Meg azért veszélyes, mert ugye egy balesetben bárki is a vétlen vagy a vétkes fél mindig a motorossal meg, vagy majdnem mindig. Tehát azért ezzel vigyázunk, hogy a tér az szinte, hát egy eséskor, ugye a térnek annyi, utána már igen, nem tudom. Nem nagyon lehet. Hát, meg ott egy gyerek, tudod. Szóval, hogy az ember elgondolkozik. Jó, vigyázz, majd az okos-magos helyre ráncsa. Figyelj, mielőtt belemennénk a mai témába, hogy tegnap fölmerült egy kérdés egy hallgatótól, hogy miért van pocsék íze minden diabetikus cuccnak. És megígértük, hogy mi azt megkérdezzük tőled. Egyébként tényleg igaz, hogy az édesítők miatt, vagy én nem tudom mi miatt, de bármi miért diabetikus, nem tud olyan íze lenni, mint ha sima cukorral készült volna, legyen szó csokiról, süteményről, hogy mi adja. Ő konkrétan a csokikra kérdezett rá, hogy igen. Miért nem lehet egy normális szelet csokit kapni. Mi adja ezt a furait, az édesítőszerek? Igen, a cukor helyett használt, mondjuk nyírfacukor, vagy eritrit, stévia, mindegyiknek más, tehát olyan édes ízt, mint a cukor, a szaharóz, nagyon kevés anyag hordoz. Mert az édes ízek között is nagy különbségek vannak. És a stéviának más típusú édes íze van. A nyírfacukornak is. És ezért ráadásul a cukornak, tehát a szaharóznak, a finomított cukornak van egy íz összekapcsoló szerepe, hogy egészen telt ízt ad egy csokoládénak, egy cukrozott élelmiszernek, és ezt a hatást nem adja. Nem adja a stévia, nem adja a többi, és ezért azt a megszokott cukros ízt azt nem kapjuk vissza. Tehát akkor az édesítőszerek a ludasak ebben tulajdonképpen, hogy nincs ugyanolyan íze egy édesítőszeres csokoládénak. Igen, de számtalan édesítőszer van. Ugye a mesterséges édesítőszerek igyekeznek megközelíteni a cukrot, ezért gyakran előfordul, hogy vagy időnként, hogy az emberek ezt jobban szeretik, mondjuk egy aszpartám, egy szaharinos, mert az kevésbé tűnik fel. De mi ugye nem annyira javasoljuk ezeket, hanem inkább a többit, inkább a természetesebb alapúakat. Vagy ugye beszéltünk itt a kókusz virágcukorról beszéltünk, de még egy mauritiusi barna cukor is lehet jó, ugye egy melasszos barna cukor, csak ne a fehér.
Na, hát akkor ez az oka, megkaptuk. Ez még tegnap merült föl, mert nem is emlékszem, hogy. Na, érdekes téma, amit hoztál, én már néhány mondatban felvezettem, hogy megint valami 50 vagy 100 éves, hát nem is tudom, hogy sztereotípia, vagy hitrendszer megdőlni látszik, igen, ugye? Mert ugye a fehérjékről beszélsz egy kicsit nekünk, ami azért érdekes, mert a gyerekeket mindez idáig mindenki az elmúlt 50-100 éven fehérjével tömte, hogy ez milyen jó a gyerekeknek. Így van. Fehérje alapú anyatej tápszerek, vagy anyatej jellegű tápszerek, ugye fehérje alapú táplálkozás a gyerekeknél, hogy ez milyen jó, és mennyire kell az ő csontrendszerüknek, meg a fejlődéshez. Most valaki kitalálta, hogy ez tök nagy hülyeség, és az elmúlt 50 évben rosszul letettük a saját gyerekeinket, és adjunk nekik minél kevesebb fehérjét. Ez így van, ez igen, igaz? Igen, egy történelmi jelentőségű hír ez. Úgy emlékezem, hogy itt a Klassz FM-en is volt ez hír a hírblokkban, talán egy héttel ezelőtt, de szeretném megerősíteni, hogy a hír igaz, és ez egy követéses... Istene! Ezt nagyon szeretném megerősíteni, a hír igaz. Igen? Tehát ugye arról van szó, hogy sokan azt hiszik, minél több fehérjét kap a gyerek, főleg egész kiskorban, annál jobban fog fejlődni. Ehhez képest a valóság az, követéses, hosszú távú vizsgálatok igazolták, hogyha a gyermek a kora gyermekkorban, csecsemőkorban, kisgyerekkorban, egészen 2 éves korig túl sok fehérjét kap, akkor a zsírsejtek száma jelentősen mérhetően növekedni fog, vagyis a gyermek hajlamosabb lesz a későbbi elhízásra, és nem kizárt, hogy akár 3-szoros a kockázat. Tehát a fehérje, amiről sokan azt hitték, hogy majd egy fogyókúra, egy jó zsírégető program alapja lehet, egyébként későbbi felnőtt korban ez nem kizárt, de itt is a minőség és a mennyiség nem mindegy. Jó tudni, hogy a gyermeknek ugye 6 hónapos korig az anyatej a kötelező táplálék, de ahol nincs anyatej, ott is vigyázni kell, mit választunk, nehogy a magasabb fehérje tartalmú élelmiszerek, vagy hát ugye a speciális élelmiszerek közül válasszon a szülő, tehát itt is figyelni kell. Na, bocsánat, de ezek a gyerektápszerek, ezek nem kiegyensúlyozottak ebből a szempontból? Különbség van közöttük. Vannak olyanok, amelyek komoly kutatási háttérrel rendelkeznek, és igyekeznek megközelíteni az emberi női anyatej összetételét, illetve világszerte és az Európai Unióban is egy tendencia, hogy csökkenteni kell ezek fehérje tartalmát. De az anyatejben is, ha jól tudom, ami 0,1% nem, a fehérje? Egy, 1,2. Hát a tehéntejben 3,5. Ráadásul a tehéntej fehérjében a jól ismert kazein fehérje van, ami számunkra nagyon nehezebben felbontható, míg az emberi női anyatejben az albumin, tehát a jobban emészthető fehérjék vannak. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a tehéntejjel pusztán vagy natur tehéntejjel lehet pótolni az anyatejért egyrészt, másrészt 6 hónapos kor után egészen 2 éves korig is ez a folyamat fennáll, vagyis hogyha már nincs anyatej vagy vége ugye a 6 hónapos anyatejes táplálásnak, és a szülő adja a kis husikát, sajtocskát, fehérjéket, mindenfélét a gyereknek, mondván hadd fejlődjön, hadd legyen jó ereje, izomzata majd a gyereknek, ezzel a túlsúlyát fogjuk elősegíteni. Ez szuper. Ez azért szeretem az ilyen híreket, mert tényleg, tehát, hogy most már az ember csak kapkodja a fejét, és ez most már tényleg felhúzza magát. Tehát eddig az volt, hogy sok fehérje. Aztán kiderül, hogy nem sok fehérje. Akkor kiderül egy másikról, hogy edd azt, mert az nagyon jó, fél év múlva kiderül, hogy az se jó. Tehát itt tényleg minden órában, vagy minden pillanatban születik valakinek egy agymenése, hogy ezt most éppen mit legyünk. Ezt most kitaláltuk ki, hogy ez honnan mi a forrás? Jelenleg a Magyar Gyermekorvosok Társasága állt mögé, illetve a Pécsi Tudomány Egyetem gyermekgyógyászati klinikája is mögötte áll, tehát ez nem egy zójában lett dolog, amit valaki tudom, kitalált és most publikált. Hát hazai kutatás. Igen, illetve úgy tudom, hogy külföldi kutatás, ami mögé állt a hazai szakma is. Azért nem mindegy, hogy milyen szakterületek vannak mögötte, tehát sikerült annyi bizonyítékot szerezni, hogy már a szakma mögé tudott állni. Tehát ez jó, nem tehát ez a kutatás való. Most ugye akkor arra vonatkozott, hogy aki sok fehérjét fogyaszt 2 éves koráig, az könnyebben fog elhízni. Több zsírsejtje lesz. Jó, több zsírsejt. Arra is vonatkozott, hogy ha ezt elvesztük tőle, tehát vagy csökkentjük radikálisan a bevitt fehérje számot, akkor az kihat majd arra, hogy ő egészséges lesz, jól fejlődik? Nyilván az ellenkezője is igaz. Ahol az anyatejből van bőven, ugye aminek 1% a fehérje is nem 3, meg ennél több, ilyen esetekben kisebb az elhízás veszélye. Tehát volt egy kontrollcsoport, ugye, és volt egy olyan csoport, ahol több fehérjét kaptak. Egyébként felmérték Magyarországon,
hogy a bölcsődés óvodáskorú gyerekek túl sok fehérjét kapnak. És ezzel a fehérje mítosz úgy tűnik, hogy romba is dől. Szeretném hozzátenni, hogy a fehérjére szükség van, nehogy valaki rögtön a gép elé jön, hogy akkor már megint mit tegyünk, meg mit ne együnk. Ugye úgy tudtuk, hogy a zsír és a szénhidrát hízlal. Ez továbbra is így van. Úgy tudjuk, hogy a mozgáshiány, a gyerekkorban a sok hasonlóval a mozgáshiány hízlal, ez is így van. Tehát ezek nem dőltek meg. Az dőlt meg, hogy ha valaki fehérjét fehérjével ad a gyereknek, akkor a gyerek majd jó szálkás izmos lesz felnőtt korában, nem igaz, kövér lesz, vagy kövér lehet háromszoros eséllyel. Tehát zöldség, gyümölcs, olajos magvak, mondjuk egy éves kor fölött ugye a lesz. A zöldség, gyümölcs egy négy éves gyereknél azért az, szóval, hogy mindannyiunknak van gyereke. Azért ez már akkor is. Az nagy küzdelem. Főzelék, félék. Az nagy küzdelem. A főzelék az még csak. De a lencse főzelék, elmegy azért nálatok. A lencse főzelék nagyon. Azokat nagyon. Ezek értékes fehérjeforrások. A tejtermékeknél azt mondanám, hogy a savanyított tejkészítmények szerencsésebbek, mint a natúrtej. Tudjuk, hogy a kazein ez elég allergén anyag, tehát a gyermeknél itt is vigyázunk, és keresünk új fehérjeforrásokat. Korábban beszéltünk ugye itt a növényi fehérjékről, illetve ugye a szója sem minden szempontból jó, sőt, tehát más típusú fehérjeforrások után. A barna is fehérje. Barna is fehérjéről beszéltünk. Én személy szerint fogyasztom a tökmag fehérjét, illetve a diófélek fehérjéjét. Jó, csak ugyanakkor meg azt olvas az ember, hogy az agynak pedig nagyon fontos a fehérje bevitel. Igen? Tehát, hogy igen, csak az ember lassan, az első két évben, az ember lassan fejlődik. Így van, és jó tudni, hogy a biológiában minél gyorsabban fejlődik, növekszik egy élőlény, annál magasabb az ő anyatejének a fehérje tartalma. Az egereknél például rendkívül magas 10-15% a fehérje tartalma az egér anyatejében. De az ember olyan teremtmény, aki lassan fejlődik, és ezért a vitaminok, ásványok, szénhidrátok, zsírok és a fehérjék egyensúlyt tartanak, ha ez fölborul, és én tolom a húst, a sajtot a gyereknek, akkor túl sok fehérjét kap, de nem kap elég vitamint, ásványt, meg zöldséget, gyümölcsöt alig eszik. Innentől kezdve az egyensúly felborul, a szervezet is felborul, és az inzulin háztartást nem csak a szénhidrát, vagy a cukor, vagy a kenyér, hanem a kisgyermekkorban adott túl sok fehérje is befolyásol. És azok a diéták, amik fehérje alapúak felnőtt korban, akkor nem a zsírsejteket táplálják? Hát van egy csomó, ahol ugye erről szól, hogy minél kevesebb szénhidrát, minél több fehérje. Szerintem szükséges a fehérje, sportolóknál szükséges a fehérje, hasznos. Egy sportoló egyébként le is mozogja jó részét. Arra figyeljünk, hogy a felesleges fehérje fog belejátszani a zsírsejt képződésbe, felnőtt korban is. És ugye itt bizonyos étrendi irányzatok, amelyek fehérjére alapoznak, ugye külföldről az Atkins és más diéták jöttek, ezek sem mindig segítenek, hogyha egy gyermek, egy fiatal vagy egy felnőtt túl sok fehérjét eszik, a felesleges fehérje, mondjuk valakinek 60-70-80 g fehérjére van szüksége, Magyarországon 120 g fehérjét eszünk, a felesleg 40 g. Ez rosszabb élnek, ez rosszabb vesének, egyébként kisgyermekkorban is károsíthatja a vesét, rossz az idegrendszernek, és a felesleges fehérjék szerepet játszhatnak esetleg egy zsírsejt képződésben. Tehát ez egy új hír, és ez megdönteni látszik azt a mitoszt, hogy a fehérje mindenre a megoldás. Egyrészt én inkább, ahogy mondtam, növényi fehérjéket ajánlok, jó összetételű fehérjéket javasolok, és nem feltétlenül a kazein fehérjét. Az állati fehérjét erre gondolsz? Állati tejfehérjét, aha, igen. Vannak olyan húsfehérjék, mondjuk a hal, ami sokkal szerencsésebb, jobban felszívódik, a hüvelyes fehérje, és egy éves kor fölött a diófélék fehérjéje is hasznos. Azért nagyon nehéz ez, szóval, hogy én nem is tudom, hogy tudsz így normálisan nem egyáltalán táplálkozni. Tehát itt van az Atkins, ami azt mondja, hogy egyél sok húst, mert az nagyon kell zöldséggel, ne egyél szénhidrátot. Ott van a paleo, ami egészen más vonal, aki azt mondja, hogy kevés állati fehérje, az a hosszú életitka, és vigyél be inkább növényi fehérjét. Tehát mindenki hisz valamiben, és mindenki mondja kicsit a saját igazát, nem? De hogy nincs egy egységes platform azért itt az elmúlt 10-15 évben, tehát ezért ennél exaktabb dolog lehet, mint hogy valaki azt mondja, hogy sok húst tegyél, egy másik ember azt mondja, egyáltalán ne vigyél be állati fehérjét. Hát ezek olyan egymásnak ellentmondó dolgok, hogyha valaki ebbe hisz, akkor az napra 6 kiló, nem tudom, sztéket, vagy marhát, nem tudom én, csirkét eszik. De gyönyörű gondolat. Ugye? A másik meg azt mondja, hogy ne vigyél be állati fehérjét, mert a Kína tanulmány, minél kevesebb állati fehérje, és bebizonyították, hogy Kína különböző tartományaiban, ahol kevés az állati fehérje, ott viszont sokkal tovább élnek az emberek, és elmondják, hogy mennyivel jobb a növényi fehérje, vagyis zéróra, vagy minimális mennyiségre kellene korlátozni az állati fehérjét. Tehát minden igaz, és minden ellenkezője. Tehát minden igaz, és mindennek az ellenkezője, és pont igaz. Nem? Most erről a tanulmányról is örülök, hogy ezt... Tehát itt az a kulcsa ennek az egész kérdésnek, hogy a fehérjére szükség van, testtömeg kilogrammonként 0,8 / 1 g
fehérje, egyre jobban csökkentik, mint felnőtteknél, most már 0,86 is mondanak, tehát egy 70 kilós, 80 kilós férfi mondjuk 65 gram fehérjét kéne bevigyen, ehelyett ennek dupláját visszük be. Tehát én arról beszélek, hogy a felesleg okoz problémát. Hogyha túlzásba visszük. De hogyha valaki beviszi a 65-70 gram fehérjét sportolónál, esetleg a testtömeg kilogrammonkénti 1,2 vagy 1,5. Szükséges is. Így van, akkor ott nem lesz felesleg, beépül, izomzatot épít. Csak ugye az a mítosz dől meg, hogy a felesleges fehérjéből sincs gond, nem okoz problémát, nyugodtan együk. Nem, ki kell számolni, kinek mennyi az igénye, és nehogy egy óvodás gyereknek valaki 50 g fehérjét adja, amikor 25-re van szüksége, nem fog segíteni, hanem ártani fog vele. A szervezet akkor is jól fog fejlődni, hogyha 25-30 g-ot kap. És hogy most? Tehát ennél azért az ember a táplálkozás tudomány sokkal modernebbnek gondolja, mint hogy egy ilyen korszakalkotó felismerés egyébként 20-30-40 évvel azután jöjjön, vagy 50 évvel, miután 50 évig azt gondoltuk, hogy sok fehérje kell a gyereknek. Én szerintem a gyermekgyógyászat és az ilyen jellegű kutatások hozták ezt az eredményt, tehát nem felnőttekkel inkább, hanem kisgyermekeknél, csecsemőknél, és ugye ilyen kutatásokat nem végeztek régen, ráadásul több év vagy évtized kell hozzá, hogy egy ilyen eredmény megszülessen. Ezért mondom azt, hogy ez egy történelmi jelentőségű, mert ezt nem valaki kitalálta, hanem ez egy hosszú eredmény, hosszú kutatás eredménye, ezért fel tudjuk ezt vállalni. Én örülök neki, mert 15-20 éve beszélünk arról, hogy szorítsuk egy picit meg a fehérjét. Viszont érdekes, hogy kisgyerekeknél a zsíradék adása nem okoz akkora bajt. Tehát azt mondja a szakma, hogy egy picit lehet bátrabban, nem, nyilván nem rengeteget abból sem, de nehogy valaki úgy éljen, hogy a gyermek jaj, nehogy meghízzon, mert mondjuk mind a két szülő hízékony, vagy túlsúlyos, akkor megszorítom a zsíradékot, és adom a fehérjét. Ez a sztereotípia, hogy kevés zsír, inkább sokféle, egyen sovány húst a gyerek az nem hízlal, de ne egyen, nem tudom, kacsamájas igen. Kenyeret, zsírral megkenve, mert felnőtt az korban rossz. Ez így van, tehát felnőtt korban a zsíradék megszorítás hasznos, kisgyermekkorban viszont nem, mert ugye a sejtfalak, az idegrendszeri működés, az zsíradéktól vagy zsírbeviteltől is függ, olajbeviteltől is függ, tehát olívaolaj, lemagolaj egy éves kor felett, ezek hasznosak, a zsíradéktól tehát nem félünk. A gyermek azokat a bevitt zsírsavakat jól fogja hasznosítani, felépíti a szöveteit belőle. Úgyhogy ez az új hír, és ezt most mi is emésztjük azért, mert ez egy komoly eredmény, és meglátjuk, hogy mi lesz a folyamánya ennek, mert azt gondolom még tartogat meglepetéseket. Érdekes, nagyon érdekes dolgok. Ezek, ez a 25 gram, ezt tudjuk, hogy nagyjából mennyi? Tehát meg a gyerek megiszik egy pohár tejet, meg megiszik egy szelet sajtot, akkor bűnözöm, ha én ezt odaadom neki szülőként, vagy nagyjából ez a mennyiség tudható, hogy körülbelül ez a 25-30 gram? Ez két deci tejben van 6-7-8 gram fehérje, tejfehérje mondjuk. Tehát mind a kettőt be tudod dobni, a pohár tejet és a lapkasajtot is. A jó egészséges a lapkasajt. Ja, jó minőségű igen. Kis lapkasajt. A fehérje összetétel fontos. Gábor majdnem beesett a pult alá, meghallott egy lapkasajtot. Egy tál lencse főzelékben olyan 30 gram fehérje van, tehát az már intenzív. De bocsánat, akkor nem ehetsz meg egy tál lencse főzeléket? Mert az 30 gram? A gyermekadagban valószínűleg egy 20-22 gram. Felnőtteknél hát azért megehetsz, mert mondjuk Feri, te súlyodban itt élve. Engem ez az egész nem érdekel, én azt teszem, ami nekem jó lesik. Ja, tehát hogy te jössz ezzel, nem sikerült visszafogni. Elrángasd az oroszlán bajszát, mert ma még nem reggelizett, és engem ilyes megtámad valaki. Vigyázz, mert te leszel az áldozat. Meg itt maradunk. Igen, leharapja a bal kezedet, vigyázzál. De hogy akkor most a lencsét se? De. A hüvelyesek fehérjéje értékes, gabonák fehérjéje értékes, diófélék pláne, tehát ezekkel én azért élnék mindenképpen, de egy picit számoljunk, hogy egy diófélében ugye van egy 20% fehérje, a sajtokban van 15-20% fehérje, tehát hogy azért üljünk le egy picit számolni, most nem azt mondom, hogy kalkulátorral kell étkezni, mert már látom, hogy Balázs ezt fogja mondani, de nem. Tehát... Pont a dióról olvastam a minap egy gyönyörű cikket, hogy mennyire jó, ha adjuk a gyereknek, és sokat adjunk, és hogy az agyban milyen pozitív folyamatokat indít el, és mennyi eszenciális, néhány aminósav, nem adunk a gyereknek, mindenképpen adunk. De... Picit leszúró jelleggel éreztem ezt a néhány szem diót. Hát én egy maroknyi diót oda dobtam így a gyerek elé, de ez a néhány szem, akkor az néhány na, szem. Tehát azért nem az van, hogy itt elkaphatjuk a gyereket három megpucolt dióval. Arra kell tekintettel lennünk, hogy egy felnőtt 80 kilós, vagy 90 kilós, a gyerek pedig mondjuk 15-20 vagy 30 kilós, egészen más a tápanyag igénye. Hát, de lehet azért... így élni, Gábor, azért tudod, hogy én abszolút mellette vagyok, sőt, együtt indítottuk ezt. Nagyon jó így. Igen. Együtt indítottuk ezt a rohadtot útjára, és de nem tud az ember azért állandóan így számolni, gondolkodni, hát a gyerek eszik ezt, azt, igen, hogy ránézel, egy idő után ránézel egy két-három fogásos ebédre, és nagyjából a kalóriatartalma, a fehérjetartalma beugrik. Remélem előbb-utóbb így ehhez el tudunk érni, vagy körülbelül, hogy ez egy 25 g-os adag, ez egy 20 g-os adag. És utána
ki tudjuk számolni, hogy egy nap mennyi fehérjét fogyasztott a gyerek, mennyi zsiradékot. Szerintem ez kialakul. Egyébként édesanyák is szoktak hívni, írni, és egyre többen olvassák. Tápanyagtáblázat című könyv megvásárlása, beszerzése szakmai könyvesboltokban nagyon hasznos. Nekem is megvan, lapozom. Nagyon sok értékes dolog van benne, különböző vitamintartalmak, és lehet tudni, hogy a gyermek ezzel az étellel mi mindent fogyasztott el. Szerintem ezek jók, és nem igényelnek diplomát. Kicsit ütni, vágni kell, szerintem kicsit mozogjon, és akkor meg vagyunk, nem? Nem, szóval, hogy ma már kevés. Ma már kevés? Tehát ha én nem félek attól, hogy a gyerekem 8 és 6 órát laptopozik, hanem igenis lehajtom majd focizni, meg elviszem úszni, meg nem tudom, akkor azért olyan nagy baj nem lehet. Tehát ez úgy gondolom összetársul azért, hogy oké, károkat okoz az emberi szervezetben, a gyereknél, de hogyha közben még 4 órát laptopozik, és egyáltalán nem mozog, mert a szülő is lusta, mint a bűn, és mindenhova autóval megy, és nem mozdul ki a természet, nem, akkor utána ebből lesz hát a kövér felnőtt. Most... Így van. 5 gyerekből egy túlsúlyos, vagy elhízott Magyarországon. Azért ez rettenetes arány, tehát 20% a gyerekeknek, fiataloknak túlsúlyos. Régen azért ez nem volt. Hát, ez nem így volt, ebben mondjuk van igazság, hogy ez régen nem így volt. Igen. De nem is éltek annyira, vagy mi sokkal aktívabb életet éltünk annak idején, mint a mostani gyerekek. Hát, mi reggeltől estig pörögtünk, amikor ehettünk, akkor ettünk, de akkor annyit ettünk, amennyit belénk fért, vagy amennyit elénk raktak, aztán este beájultunk az ágyba, aztán látom, milyen szép szellettem. 100 év vége, tényleg 50-100 évvel ezelőtt nem volt semmilyen tudományos értekezés. Mi volt más? De nézd meg, Feri, sokkal... szegénység volt sok helyen, és azért nem ettek sok fehérjét. De nézd meg, hogy sokkal egészségesebb, hogy nem volt ennyi feldolgozott élelmiszer, nem jutott el ennyi állati fehérjéhez. Ott vasárnaponként volt hús, így rengeteg zöldséget, krumplit, hát különböző a fővárosba lehet, de... növényeket, ugye különböző főzeléket, tehát heti egyszer ettél húst. Az oké, meg utána kimentél és ledolgoztad. Ma már az, hogy ezeket a feldolgozott, felvágottak, stb. Mindenki eszi. Jó, azt értem, halomra, ez teljesen nem jó, de most változás. Nem csak a húsról van szó, arról van szó, hogy ne igyál tejet, ne egyél sajtot, ne egyél két tálencsét, csak egyet. Nem, hát egyél nyilván, csak észre, persze. Hmm. Érdekes hát dolgok ezek, hogy egy pillanatról másikra, hogy megfordul. A lakosság egyharmada ugye tej érzékeny, vagy allergiás, 30-35% azért az is figyelemfelhív, hogy nem mindenkinek erőltetjük, van, aki jobban emészti, van, aki nem. A rostokról most nem beszéltünk, de más alkalommal beszélünk, vagy beszéltünk. Jó. Úgy, ez a kérdés, ez egy újabb oldal, tehát úgy vegyük ezt a hírt, hogy ez egy újabb oldala ennek a kérdéskörnek, tehát a fehérje sem mindentudó, itt is vannak problémák, ezzel is figyelünk, vigyázunk, mértéket tartunk. Oké, hát ez egy friss hír volt, örülök, hogy beszéltünk róla, még ha nehéz is ezt figyelni, szerintem jó hatunk. És mit szóltak ehhez a tormás most? Most akartok megköszönni, köszönjük, én már ugye kaptam egyszer. Nem is amiatt, csak hogy ez... Légy szíves, fogyasszátok el. Én megkóstoltam, nagyon finom. Két liter, nem másfél liter. Tormás igazi must. Jó magyar kék szőlő, frissen préselt leve, nincs hőkezelve, hozzá néhány százalék reszelt torma, illetve ugye abban megérik, utána átfejtik, átszűrik. Nem romlik meg, nem romlik tovább. Meg, ez több hónapig eláll. Megfelelő arányt kell találni, viszont ütős, látni fogjátok, de nem felejtkeztem el a tüzes vízről sem, amiről korábban beszéltünk, ez a 4-5 komponensű. Az is érik már a kamrában, és hamarosan szolgáltatni nagyon fogom. Nagyon jó. Én már ezt kóstoltam, amikor ti kint voltatok nagyon külföldön, ez tényleg nagyon jó. Bár most, hogy így átgondoltam, hogy ez tulajdonképpen 4,5 liter meg nem született bor. Jaj, nekünk. Aha. Egy merénylet. Micsoda pazarlás. Hát milyen világ ez? Hát akarsz egy ilyen nagyon világban élni? Nagyon köszönjük, Gábor. Mit reggeliztél, Gábor? Ma erőséket fogyasztottam, nem volt sok időm. Ebben... Kértél egy séket, meg egy asztalt? Ebben volt kendermag, amaránt, forrázott amarántliszt, volt egy kis barnalisfehérje, volt tökmagliszt, mit tettem még bele, egy pici főtköles volt, hát ami maradt. Csak úgy, ami ott megmaradt, ugye a spájzban, nem? Egy kis forrott amaránt. Egy kis csokas sörítménnyel ízesítettem, pici nyírfacukor, helyesebben eritrit volt most benne, és jó nagy pohár, egy jó 6 deciliter sűrű erősség, elkortyoltam ezt egy 30 miben perc alatt. Miben nem raksz csicsókát? Ez egész délután. Fogmosóvizetbe? De most komolyan, te mindenben raksz csicsókát. De csak reggel, szinte csak reggel, mert akkor állítja be ez a vércukorszintet. Aha. Este nem jó? Este is jó, de fontos, hogy napközben ugye elkerüljük ezeket a hangulati és vércukor ingadozásokat. Berdik. Nincs kávészünet nálunk ezért, mert nem igényeljük. Berdik Murray-re mit mondasz, Gábor? Mondj valamit. Még egyszer? Hogy? Andy Murray, Tomás Berdik, mit mondasz? Ki nyert? Murray behúzza, vagy Berdik? Tenisz. Csak hát, ha egy laikus, egy szűz kéz mond valami olyat, hogy megtegyük tétjeinket. Utána kell nézzek. És erre sem mond csak úgy akármit, hanem azt mondja, utána kell nézni. Jól van, Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Értekezzünk, egy hét múlva folytatjuk. Rendben. Jó? Jó. 9:09 perccel jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és
és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Gáborunk már elment. Érdekes volt, elmondta, hogy nem volt sok ideje. Összeütni ezt a kis reggelit, nem? És elmondott egy ilyen 6 komponenses reggelit. Igen, tudod, ilyen, akkor csinálok, a hétvége van, sehova nem kell mennem, és délután is szabad csak akkor. Egy kis erősséget, csak egy kis erősséget. Én nagyon kedvelem őt. Tudom, most nagyon... fölnyúl a polcra, ott van az amaránt lisztje. Persze, az mindenhol van ott valami. Hát ennyi. Becsukott szemmel sem tud egyébként rossz irányba nyúlni. Csak az a baj egyébként, az egész, tényleg végighallgatja az ember ezt a rovatot hétről hétre, és akkor van benne nagyon sok okos tanács, tényleg is ezek jó tanácsok, értelmes dolgok, aztán valahonnan előrángatnak egy öreg embert, azt megkérdezik, hogy Dezső bácsi, mi a titka? Hát, mindig a szalonna, a hagymá, meg sokat nyúkáltam a szoknyák alá. Érted? És ezért 100 éves az öreg. De tehát, így mondja. Kb. Érted? Na jó, csak az öreg valaki. Lehet, hogy aztán nap, hogy 10 órát töltött a szántóföldön, nem, meg nem evett, feldolgozott Párizsit, meg élelmiszert, meg egy jó szalonna hagyma de vasárnap, egészséges. Volt, egész nap rádiót hall. Nyilván sokat számít a genetika, az öröklött dolgok, így persze. Van, sok összetevője van annak, de ezeket jó tudni, hogy a gyereket ne tömd fehérjével. Mindez idáig tömted, mert azt gondoltad, azért. Hogy egy savány kis csirkehús jó az ödönke, edd már meg, mert úgy rátpirítok, aztán közben nem annyira jó, nem? Nem, hát, nem. Semmi ez... nem jó, és minden jó egyébként ez a helyzet. De mindenképpen oda kell figyelni a dolgokra. Tehát amikor az ember ezeket hallgatja, ennek az egyik kedvencen 100 kiló alatt nincs férfi, aztán majd amikor ezeknek az embereknek egy része 60 éves korában bottal jár, mert az ízületei tönkrementek, attól a 100 kiló fölötti súlynak a cipelésétől, ami nagyon jól mutatott, meg nagyon vagány volt egy időben, de ugye nem figyelnek oda táplálkozás, sokra, aztán meg majd gondok vannak, akkor meg már nem érdekes annyira, hogy most ez 100 kiló alatt nem férfi a férfi, ezt neked is mondták? Hát hogy? Hát nekem, hát én érted. Ahányszor én hallottam, annyiszor 1 millió forintom nem ülnék már itt. Mondjuk erre érzékenyen reagálunk mindig, nem? Én a kis magam 78 kilójával, te mennyi vagy? 68? 60. Ketten vagyunk 100 kilósak. Ketten vagyunk majdnem 100 kilósak. Úgyis mindig együtt vagytok mindenhol, hát akkor pont belefér. Pont elérjük a mázsát. Nem, én 80 kiló vagyok egyébként, tehát az nem rossz. Az jó. De az jó, hát az egy teljesen neked kell, hogy jó legyen. Ha neked jó, akkor jó. 80 kiló. Érted? Az egy teljesen rendben lévő súly. Az igen. Érted? Na játszunk. Jó? Mit szoktunk ilyenkor játszani, gyerekek? Elméletileg 3-as ugrást. 3-as ugrást? Szerintem igen, hát így 9 előtt. Várjál, még közben. Ez lesz az? Hogy ugrik ez 3-as? Várjál, balról a második volt, úgy emlékszem. Egyébként tényleg barul a második. 3-as ugrás, játszunk már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló! Hello! Na, azt nézem, hogy Melinda, hello Melinda! Így van. Honnan hívtál minket, Melinda? Tatabányáról. Tatabányáról. Mit csinálsz? Egy ilyen műanyag fröccsöntő üzembe dolgozok. Fröccsöntő üzem. Ne így bozd meg, hogy fröccs. Neked akartam csak kedveskedni egy kicsit. Szeretem. És mi a munkafázis, hogy mit csinálsz, Melinda? Mit kell csinálnod? Hát ilyen műanyag válfákat gyártunk, csikaszeket, meg ilyeneket. Utálod nagyon? Nem, szeretem. Szeretem, csak úgy nem tűntél túl lelkesnek. És együtt vagytok, vagy többen vagytok? Vannak, akik segítenek? Hát összesen 3-an. Összesen 3-an. Hát az jó, hát akkor nem vannak, rossz, tudnak segíteni. Szokott menni, Melinda? Igen. Hát néha igen, néha nem. Hát ez igen, ez ilyen. Mindjárt szólok a többieknek. Szóljál, azt megvárjuk, jó? Szólj, ha ott vannak. Oké. Az egész üzem leáll. Gyűlnek. Na, együtt van. Jönnek. Egy már megvan, jó van. Szól a rádió ott, ahol a többiek vannak? Hát most perc, nem? Aha, mert aha. Akkor gondoltam, szólunk nekik, hogy eljöjjön. Már be, Melinda már tűködik. De elvileg szólhat, hallgathatok rádiót? Vagy ez is az az üzem, ahol... De, persze. Igen, tehát itt nincs túl nagy szigor. Nincsen. Szóval csak késik a rádiónk. Na megvagytok? Nézzük az első kérdést, aztán közben odaértek, jó? Okay. Milyenek, Jani? De szerintem vihető, pláne így, hogy egyre többen lesznek, akik beszállnak a játékba. Nagyon jó. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért, passztartóért. Többen kérdezték, hogy mi ez. Hát ez egy ilyen kulcstartó jellegű nyakbaakasztó, belépőkártyát, kulcsot tudsz ráakasztani. Na? Melyik országban zajlik jelenleg Grand Slam tenisztorna? Ó, hát ez... Húha... Na ne, hát? Mi is nagyon sokat beszélünk róla, illetve szegény fiúk hát inkább csak hallgatják. Igen, ők csak hallgatják, és én beszélek róla sokat. De mi lelkes közösség vagyunk. Az biztos.
Annyit beszélünk, de annyit. Tudom, csak most annyira izgulok. De ne, tehát most zajlik éppen, és nem sokára kezd a Möri. A Berdichel. És aztán na, játszik még majd, de talán holnap az nagy meccs lesz, Gyoko Wawrinka. Szerintem a Wawrinka megfogja a Gyokot. Ausztrália talán? Na jó, igen. Hát na jó, de hát ez csak... Na. Tényleg azért, mert ma picit lassabbak vagyunk már, mint a gomnyomás illeti, úgyhogy már titok. Megmondtad, hogy késik az adás, és nyilván igen. Hát, igen. Menjünk tovább? Menjünk. Sapkáért, csálért így szól a második kérdés. Melyik zöldségnövény a fő alapanyaga a görög muszakának? Hú. Erre már nem lesz ilyen sok idő. Wawrinka! Ja. Paldizsán? Az. Az. Na, most akartam rányomni, hogy jó Isten, akkor a már megérezte. Állj meg! Igen. Szerintem igen. Hát, ahogy eddig ment. Állj meg, Melinda. Milyen jellegű a kérdés? Nektek nehéz? Nem. Igen. Szerintem igen. Irodalom. Hát ezt a fene se tudja, lehet, hogy ezt nem tudjátok. De nem egy könnyű kérdés egyébként, még ha az ember ismeri is magát a művet. Bajba lennék. Nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű. Melinda, nagyon szimpatikus vagy. Mi a legyen? Hangod alapján. Légy, állj meg. Jó, akkor megállok. Megállsz? Biztos? Nem, igen. Jó. Meg. Legközelebb meg lesz az óra, most elvitted a sapkát, sálat, valamint a nyakba akasztod. A holnap meghallgatsz bennünket, és valaki végigmegy, akkor, vagy holnap hallgatsz, akkor hallhatod majd, hogy így volt a harmadik kérdés. Ja. Rá fogsz jönni, hogy szerintem holnap tényleg nem rábeszéljük a hallgatót. Lehet, hogy elfogadunk, mint rábeszéljük. Holnap belehergeljük, igen. Oké. Merida, köszi a játékot, ügyesek voltatok. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Ez volt a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Akkor egy tízes erre a Wawrinka Gyokóra, ha szerinted megveri a Wawrinka a Gyokót. Ez a beszéd! Ez jó, a beszéd! Nem akartam, a gyerekek a játékot megszakítani, az a baj, hogy Gábor annyira az agyamra ment ma a szegényhez. Kire tettél? Gyokóra. Hát azt mondta a Balázs a játék közben, csak nem akartam megakasztani a játékost, hogy Wawrinka ma megveri a Gyokó. Holnap. Holnap. Meg. Amikor játszanak. Olyan szépen játszik most a Wawrinka. Ja, a címvédő, ez nem jelent semmit, de ihletett formában verte a Nisikorit, és szerintem van esély megfog. Ha tud így játszani, megfoghatja a Gyokót. 10 játékpénz? Nem hagyhattam ezt. Nem hagyhattam. Ez a beszéd. Jó, akkor Gyokó nekem, Wawrinka nekem. Szeretem, hogy te ilyen vagy. Üldögéljünk itt. És akkor még van egy döntő is majd, azt holnap megvitatjuk. Uh-huh. Vasárnap játszák a döntőt. De akkor még a másik ágat nem tudjuk. De hát a holnap reggel már tudjuk, mert hogy az Berdich Möri. Uh-huh. Szerintem igen, ott a Möri behúzza, úgyhogy hát nagy eséllyel Möri Gyoko döntőt mondanék, de lehet, hogy Möri Wawrinka. Jó. Szerintem a Berdich nem veri meg a Mörit. Mennyire izgalmas lehet ez azoknak, akik nem szeretik a teniszt. Miért nem hallgatok már, gondolják ezt. Mennyi az otca mostani Sikorina, vagy a Gyokona? Azt mondja, hogy mondom neked, kérlek szépen, egészen pontosan tudok neked mondani most egy eredményt, 1-18. 1-18-at ad a... Igen. A Wawrinka ellen? 4-50 a Wawrinka. Tehát Wawrinka az esélytelenebb. Csak hogy lásd, hogy milyen úri ember vagyok, ha belemegyek egy ilyen fogadásba. Te dobtad be, én csak felajánlottam. Na, jövünk a hírek után, arról beszélgetünk majd, hogy mit csinál az ember, ha hiszt is a párja. Ugyanis szilveszter napján egy kanadai nő utazni szeretett volna, de nem jött össze neki, mivel lekéste a kompot, óriási hisztit csapott, erről egyébként van videó, érdemes megnézni, hogy egy felnőtt nő hogy tud hisztizni. És arról beszélgetünk majd, hogy milyen kellemetlen tud lenni egy idő után, amikor az ember párjánál elszakad a cérna, egy ideig jó, ha valaki kiáll a saját igazáért egy étteremben, ha nem ízlett az étel, vagy ha beállnak eléd a sorba, vagy ha nem úgy szolgálnak ki egy pultnál, vagy mondjuk, nem tudom, tényleg becsekkolsz valahova, és nem megy a dolog, de egy idő után viszont egy hisztiző férj, egy hisztiző feleség, egy jelenetet rendező pár, az egy idő után kellemetlen. Mondjuk meg őszintén. Nem? Mit csinálsz vele? Beállítod a hideg zuhany alá? Igen, lesütöd a szemed, és elnézést kérés közepette, igen. És keresünk majd azon hallgatóinkat, akik vannak annyira őszinték, hogy beismerik, hogy az ő párjuk valójában tényleg elviselhetetlen, amikor hisztizik. Arról beszélgetünk majd, hogy egyrészt mit tudsz ilyenkor csinálni, kettő megmutatjuk ezt a kanadai nőt, szenzációs egyébként, hogy mekkora hisztit tudott csinálni ennél a kompnak a check-in pultjánál, ahol ő ugye hát indult volna. És hogy hát tényleg keresünk hallgatóinkat, akiknek a párja nagyon durva. Igen. Elsősorban nők vagy férfiak hisztiznek inkább. Férfiak is tudnak, nem? A hiszt is férfi. Hát olyan inkább a nőkre érezze, de a férfiak nem mulatságosabb szerintem.
ugyanazt megcsinálni, mint egy valahol, és nem hallod a visszafogott választ, amiről megpróbálják sütíteni, csak annyit hallasz messziről, hogy nem hallgatok el! Karcsi! Karcsi! És ezt hallod, ugye? Ez a vonatról, repülőről, bölcsödéről, teljesen mindegy. Tehát azon pillanatokat keresünk, amikor nektek már nagyon kellemetlen volt, de a párotok valamiért begőzölt, és hát nem lehetett megállítani. Ment előre, mint egy bulldozer, ti pedig szaladtatok utána, és próbáltatok csitítani, jó? Ilyen történetekről beszélünk majd. Ákos... Nem csitulok! Ákos sírei után. Ha indul a reggel, és kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik a szád, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. A show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Morning Show itt a Klasszon, és itt vagyunk, belevágunk az utolsó egy órákban, miközben itt Pesten továbbra is borult az idő, hideg van, és soha el nem múló rohadt hideg január. És ez egyre rosszabb lesz napról napra, dehogy is. Vasárnap már február 1. Soha el nem múló, ahogy az idétlen időkigben van. Vasárnap már február 1? Aha. Tehát van remény, vége lesz egyszer valahelynek a januárnak. Ez egy szimpatikus dolog, hogy ugye, hogy hosszú. Hosszú, sötét, és a karácsony utáni kiüresedés. Az a legkellemes. Az igen. Na, itt többen írjátok, hogy belehaladszott egy-két üvöltözés. Hát Jani csak vitatkoztunk. Így van, bocsánat. Bocs, kicsit igen. Összekaptunk. Nem, igazából arról van, hogy Anna hosszú betegség után felgyógyult, és azt mondta, hogy ha már otthon nem történt meg, akkor legalább itt csináljunk vele valamit, hogy Péter otthon nem tudott teljesíteni, és hát ez a dolog megtörtént. Nem, ennek a szicíliai nőnek néztük a videóját, és hát érdekes a dolog, mindjárt ezzel foglalkozunk, hogy az ember, már van olyan, tehát nem erotikus videó, hát ha valaki nem hallotta, csupán arról van szó, hogy arról beszélgetünk majd, hogy kinek milyen kellemetlen helyzetet okozott már az, vagy szituációt, amikor a párja hisztizik. Ugye vannak a hisztis nők, hisztis férfiak, akik úgy tudnak balhézni, hogy egy idő után már annak is kellemetlen, aki velük van. De gyorsan előtte egy-két közlekedés, illetve többen kérdezik, hogy mi volt ez a zene. Tényleg ezt is meg kell érnünk, hogy valaki megkérdezik. Úristen, de öregek vagyunk. Igen, hogy milyen öregek vagyunk. De Aerosmith volt, ugye? Ez bizony az Jani volt. Itt állt félmeztelenül, rázta a pulóverét és pogózott. Így van. Elindított egy ventilátort, hogy... Hát ez nagyon nagy zene, tehát hogy valljuk őszintén, hogy lazán csípőből, mindenféle ízlecsekszag nélkül egy ilyen zenét tolni, hatalmas tekerésekkel, óriási énekes, az egész banda fantasztikus. Igen. Még most is, pedig már azért véncsontok. Hát de még hogy tolják, nem? Igen. János Amori, a Budapest szakasz, baleset és hómentes Taródi Dávid üzeni nekünk, Győrben már havazik, he-he. Köszönjük az SMS-t. Haller utca a kórháznál veszélyes, mert hogy egy rendőrautóból mérnek, valamint 9. kerület, ez ugyanaz lesz, csak mondom egészen pontosan, hogy hol. Haller utca közvetlen a Nagyvárad tér előtti részén a szívsebészeti oldalon egy autóból videóznak, úgyhogy mindenki vigyázzon. A bal oldalon. Így van, hiszen szívsebészeti oldal, így a bal oldal, így van. Az M5-ösen közlekedő autóban kislány nincs bekötve, még mindig jelentették nekünk. Köszönjük szépen, Erzsébet Fasoron nehéz a haladás a Szél Kálmán tér felé, a Gyömrői úton kifelé, a Kagylós Bencén útnál szintén rendőrök mérnek, valamint van egy szép kis trafing Csornán, a Soproni úton, egy szürke kis buszból. Ez olyan, mint hogyha az ORFK-tól van egy szép kis trafing, tudod, a büszke ORFK. Büszkék rá. Igen, de ott ők szerintem már nullát fotóznak, mert senki nem dől már be nekik. Tehát a Farádi trafit és a Csornai trafit, mert mindenki pontosan tudja, hogy hol szerintem van. Szerintem az lehet egyébként, hogy emlékmű. Vagy emlékmű, vagy az átutazókra mennek. Igen. Igen. Vagy tényleg leraktak oda egy műrendőrt, egy műtrafipaxel, egy műfurgonnal, és 30 éve nem ment arra senki, nem? Ijesztésnek van. Tényleg. Igen. Én utálom a januárt, az egy hatalmas hétfő. Az egész hónap. Igen. Vasárnap Super Bowl. Hívjátok a Faragót. Hívjuk holnap, persze, hogy hívjuk, hát ne vicceljetek. Hát hogy nem tudtok már olyat írni, amit mi már ne szerveztünk volna, de holnap 8 után beszélünk a Ricsivel, aki már kint van, és kértem tőle, hogy szerezzen egy-két relikviát, ott aláírati nem lehet, tehát nem úgy van, mint egy diátadó gálán, mint az arany
a labda diátadó gálán, ahol közvetlen közelbe kerülhetsz a sztárokkal, ott nem írhatsz alá semmit. Tehát aláírat kirúgnak, elveszik a badge-edet, kitesznek soha. Fusson be a pályára? Hát persze. Ezt majd holnap felvetjük. Jó, neki. Jó, egy aláírás. De hogy eredeti, egyébként eredeti amerikai foci sisakot tudott szerezni, meg labdát, ugyanilyen játsszák a döntőt. Keresi valaki? Igen, beszökötte. Elmarad a meccs. Igen, beszökötte az öltözőben. Úgyhogy holnap 8 után hívjuk Ricsit. 8 után azért, hogy le tudjon feküdni, ugye, mert ott visszafelé kell egy kicsit haladni. Évfél egy, azt még kibírja, 9 után már nem akarjuk, hogy ne kelljen túl sokat várnia. Úgyhogy hívjuk, hogy meséljen nekünk izgalmas dolgokat a Super Bowlról. Hát ehhez mi aztán teljesen hülyék vagyunk, viszont ahogy Ricsi mesél, az szórakoztató. Ja, tud. Igen. Most van egyébként egy elég érdekes a botrány, ott körülöttük az egyik top csapatnál történt meg, hogy állítólag, persze, állítólag az egyik szertáros beszaladt egy pár tucatnyi labdával a férfi vécébe, és egy picit leeresztett őket, aztán kijött velük. Nyomorult, hogy így jutsz be egy Super Bowl döntőre, hogy meghamisítod a labdákat. Nem gondolná, hogy... Mert a puha labda az másképp viselkedik, és hogy állítólag így próbált meg trükközni az illető. Valószínűleg nem így történt a dolog, tehát hogy egy kicsit magasabbra vezetnek a szálak, de ő lesz az áldozati bárhány. Tehát lehet, hogy a klub elnöke rohant be leereszteni a labdákat, igen, csak ráfogták a szertárosra, szegényre, igen. Na, szóval, hogy holnap hívjuk Ricsit, és megkérdezünk sok mindent a Super Bowl döntőről. Szabálymagyarázatban nem megyünk majd bele, mert hát 400 oldalas az a könyv, ami leírja. Emlékeztek, hogy... már egyszer megpróbálta, de a szem lepattant rólunk. Le, hát ezt tavaly megpróbált elmondani, igen. Aranyos a Ricsi. Az egyházba laktam vele. Sokáig. Tudom, mondtad, és minden egyes találkozáskor egy órát, te már sunyogtál el, hogy oké, Ricsi, értem is, hogy még csak magyaráztam. Igen, Ricsi, szabályok egy percbe, tessék. Nem, hanem nem. És ő mindig neki állt elmondani, még gyerekek voltunk, már akkor is imádta egyébként az amerikai focit. Na, hisztis nő, szilveszter napján egy kanadai nő utazott, vagy hát legalábbis utazni szeretett volna, de nem jött össze neki, mivel lekéste a kompot, és óriási hiszti csapott, ennek egy része lement már a zene alatt, apróbb kis gombnyomogatások közepette, tehát annyi gomb van ezen a pulton, a fene vigyel. És arról beszélgetünk majd, hogy milyen kellemetlen, amikor az ember párja úgy hisztizik, hogy hát már az ember nem tudja leállítani, legyen szó férfiről, nőről, egy idő után tud kellemetlen lenni. Amikor úgy rendez jelenetet a te párod, hogy már te is éksz, nem, és már neked se jó, színházba vagy, reptéren vagy, villamoson vagy, csitítanád, leültetnéd, próbálnád meggyőzni. És már minden olaj a tűzre, bármit mondasz neki, megpróbálod nyugtatni. Ez pont az ellenkezője. Igen, van egy ponton már te is az ellensége leszel. Ugye? Jó, az ilyen típusú embernek egy adott ponton már te is az ellensége leszel. Jó, de ha nem csitítod, akkor megjön a... Na most miért hallgatsz? Igen, nincs jó út. Igen, ha csitítod, nem vagy vele, ha hallgatsz, akkor áruló vagy, és nem állsz ki mellette. Tehát igazából nincs jó út, és ezt szerintem elég sokan megtapasztalták, hogy hát, hogy ez mennyire kellemetlen tud lenni. Egy picit még belehallgatunk ebbe a... Mindenképpen, bár lehetett hallani, csak az Aerosmith nagyon bezavart. Az, hogy az Aerosmith egy kicsit zavart. Most gondold, ő a feleséged. Utaztok szilveszter napján, kandaiként, kompal, vagy legalábbis kompal szeretnétek menni. Álltok a jegypénztárnál, és azt mondják, hogy nincs jegy. Itt kell tölteni egy éjszakát. Feleséged még azt mondja, hogy akkor ezt kapjátok ki. Ez csak egy részlet egyébként. Valaki fölvette. Hallod a hisztit? Kezem. Hogy tetszik? Szerintem a videókészítő járkál körbe-körbe a beszálló pult előtt. Itt már toporzékol. Itt mondod neki, hogy kicsim, ne olyan hangosan? Mit mondasz? Mondjuk ezért a hangért nem mennék hozzá fel a férjük. Nagy műsornak kell lenni a hálóba, hogy mellette maradj. Hát nem tudom. Lehet, hogy műsor közben szóval, is jelent. Szóval nem tudom, hogy megéri-e a dolog, igen, hogy bármikor elszakadt egy ilyen nő mellette egy óriási műsor a hálószobában, mert szerintem hát nem tudom, hogy kompenzál-e. Mert valószínű az egyébként, tehát tényleg a néni azért nagy műsor, de... Ha nem kapod, de rendesen véged van, azt tudod, ez a típus. Persze, készen, úgy lesz lerendezni. Igen, vagy nagyon elkapod, vagy azonnal véged van, és azonnal is csinál. 15-ös panelban az elég kellemetlen. Igen. De hogy mit csinál ilyenkor? Először kik csinálják ezt? Nők vagy férfiak? Szerintem a nők hamarabb durrannak el.
tehát hamarabb mennek bele a hisztibe. Ha férfi hisztizik, akkor az viszont nagyobb botrány. Mert egyrészt nem számítasz rá, hogy egy férfi jön ezzel, hogy ő fog hisztizni, másrészt meg az olyan fura látvány, nem? Egy hapsitól, hogy ilyen fejhangon visít, toporzékol. Most persze nem csak azt kell, hogy a pasik visítanak, toporzékolnak, hanem a belekötnek az előttük állóba, morognak, jelenetet rendeznek. Hát ha így visít, toporzékol, az kellemetlen, ha ezt egy férfi csinálja. Tehát ahogy én azért az ritkábban van. De vannak pasik is, akik beleállnak ebbe a konfliktusba, és úgy rendeznek jelenetet, hogy elkezdenek hőzöngedni, verekedni akarnak, miközben ott áll a gyerek, meg az anyuka. Én nem egy ilyet láttam. Hát kellemetlenül viselkedik, amikor van egy adott szituáció. Az nem a konkrét hiszti. Ugye? Tehát, hogy az nem biztos, hogy konkrétan hisztinek lehet mondani. Ez mindenhol kellemetlen, nem? Nagy színház, étterem, az étterem is egy ilyen. Vannak annál cikibb az egész. Igen. Te az ott, nem a Balázs? Tudod, azzal a nővel, aki ott toporzékol, és sikít, és üvölt, és most képzeld a szituációt, hogy hál' Istennek, az Viki nem ilyen. Nem. Én nem tudom, hogy az túlélném-e. Nem tudom. Viki se szokott. Viki határozott, de nem így hisztizni, toporzékolni nem szokott. Oda megy is üt egyből. Viki őrjöng, és az nagyon kiegyensúlyozott. Tehát, ő hoz egy szintet, azt nagyon jó. De nem lép át egy másik tartományba, ahol már reped az üveg, ő egy szintet hoz, de azt... Meg hát ő amúgy is azt szereti inkább, a visszafogott könyörtelenséget. Igen. Tehát, ő a csendes gyilkos. Tehát ő úgy mész arra, hogy mond három mondatot, és te már több sebből vérzel. Fekszel a kövön, és még bevisz egy mondatot, tudod is. Így és már nincs esélyed, mert már a torkod is. De te akkor már kint a kocsiban vársz, nem? Az utolsó mondatnál. Én hagyd, engedd be. Ne. Tudod, én nem csinálod. Nem ér annyit. Volt már a földön rugdosod, már halott. Nem ér annyit. Volt egyszer, repültünk haza valahonnan, és ült előttünk egy srác. És... na, benne kicsit nyugos volt, álmos volt, fáradt volt, nem volt könnyű vele repülni egyébként. És én előre néztem a két ülés között, és láttam, hogy a srác SMS-ezik. És beleolvastam az SMS-ébe, és olyan dolgokat olvastam, amit két óráig nem mondtam el a Vikinek. Mert tudtam, hogy itt ő mögöttünk. Tudtam, hogyha elmondom, akkor vége van. Leszállunk a repülőről. Elmondom nekem, mikor várjuk a csomagokat, hogy egyébként volt egy srác, aki... Elkapta? Odállt mellé. Fölvette a telefonját, mint egy barátjával beszélgetne, és telefonon keresztül mondta el, hogy milyen volt az előttünk ülő. A srác már menekült, láttam zöld határ, piros, mindenhol próbált. Ment utána. Végig ment utána, kinyerte, hogy kicsinálta. Nem, én elolvasom az SMS-ét, és rájöttem, hogy nem ír szépet, de leginkább a gyerekről nem ír szépet. És akkor én finoman elkezdtem ezt, hogy Benikém egy kicsit halkabban, mert előbb a bácsi nem biztos, hogy tolerálja, hogy te ilyen vagy, meg nem mindenki szereti a gyerekeket, meg értsük meg, hogy vannak gyerek és embergyűlölő emberek. Tehát én de ilyen finoman, de nem mondtam el a Vikinek, mert tudtam, hogy az két órás szörnyűség jönne erre az emberre. A leszállásnál ezt elmondtam, hát utána még ő tudod, hogy igen, anyatigrisként vettete egészen a Ferihegy 2-t, gyorsforgalmi úti intézte. Jó, de az íze kedvéért már úgy voltál vele, hogy azért csak megnézed, hogy mi lesz belőle. Nem? Hát unatkozott, fáradt, egy kicsit dobjuk meg a bulit. A repülős túlzárt. Ott túl, az bezárt okay. Nagyon. Az sok kockázat, de a vége, ezért kíváncsi vagyok, mit hoz ki belőle. Igen, csak olyan mondom, na. Kapd el. Csináld ki. Rózsa Bimbo. Nálatok inkább ki a hangadó? Tehát nálad béka olyan, hogy tud jelenetet rendezni úgy, hogy már te csítítod, és mondod neki, hogy ez már ülj vissza, nem kéne. Az én ne csinálj, nem ér annyit. Az én gazdám nagyon határozott. Amit szoktam volt mondani. Az én gazdám. Ezzel mindent el is árultam, de ő nem alkalmaz ilyeneket. Ő hasonló egyébként, mint Viktória, tehát ott is komolyan odaállás van. Kino verbális gyilkolás, persze. Ilyet nem szokott csinálni, ilyen hisztit, csak otthon. Bocs. Amikor nem jó táskával állítasz haza. Igen, rossz a táska. Ezt megúsztam, de régen volt olyan csajom, aki hasonlókat tudott csinálni, és egyetlen egy menekülési útvonalad van ott hagyni, bármilyen ciki, bármilyen helyzetben. Volt, hogy én étteremben hagytam ott. És mondtam a srácoknak, a pincéreknek, hogy majd visszajövök kifizetni a számlát. Mondtad, hogy én most inkább mennék? Igen, én mondtam, hogy én ne haragudjatok, ez az egyetlen kezelési mód, ha ti tudtok jobbat, csináljátok, én itt hagyom, és majd egy óra múlva visszajövök kifizetni a számlát. De mit csinál? Nem tudsz mit csinálni, mert tényleg az van, ha azt mondod, hogy kicsim, itt ülnek még 50-en. Ne csináld, kérlek, ne csináld. Nem ír az ne, ég. Igen. Ez mintha így az étolajos flakont így megfúd, és az égőt ugye... Ne csitíts! Én megmondhatom, amit akarok. Ilyen beszari vagy! Jó, mondjad, szia, majd jövök.
Igen. Mikor ilyen feleséged lenne, még meg is rángatod, nem? Tehát, hogy ez... Aha, akkor... ne, ez sok. Tehát, ez ugye... nagyon sok. Ez nagyon sok. Ez nagyon sok. Hát ez már tényleg halálosan kellemetlen. De nálad Moni is be tud indulni, nem? Nem, nálunk tehát az nálatok van... inkább úgy vannak az erőviszonyok, hogy ő tetszíti ott, és ha kell, akkor ő lép nagyot, nem? De ne, az a baj, hogy ő ijesztő. Tehát, hogy ő nekem van egy olyan tulajdonsága, de én ezt nagyon tisztelem benne, meg valahol szeretem is egyébként, mert bennem nincsen meg ez a fajta ilyen fellépés, mint ami benne megvan. Tehát, hogyha ő érzi, hogy valami lekezelés van, vagy arrébsöprés, vagy valami méltatlanság, akkor így látom rajta, hogy így fogja a pultnak a szélét, amiből 10 másodperc már víz fakad, tudod, elfejérednek így az új bütyke, és akkor ez a titánium ötvözeté válik az arca, és mert van valami probléma. És te egy kocsi titos? Vagy tudod, mi van? Nem, tehát ilyenkor te menekülsz, ott hagyod? De az a baj, hogy ilyenkor nem tudod, tehát hogy ráfogok a mondjuk az alkarjára, megfogom a csuklóját, és így nem tudom elmozdítani. Tehát, hogy tudod, egy ilyen izévé válik, egy ilyen, hogy hívják el, egy márvány szoborra. Igen, már magnéziumot teszel a szájába egy kis izomlazítónak. És félek tőle, tudod, hogy útjára indítja. A rettenetes balt, vagy a rettenetes jobbot. Hogyha nem állsz ki, akkor te is puha vagy? Tehát van az a pont, amikor már... Feléd fordul, és azt mondja, hogy... Nem. Tehát nincs az ellened fordulás, amikor már nem vagy elég. Ő nem közveszélyes ebből a szempontból, de hogy az a baj, hogy neki volt az életének egy pontosan egy ilyen szakasz, amikor egy ilyen, tehát hogy bármikor, bárkivel, és így leállt így brusztolni, tudod, szórakozó helyeken, tehát azért férfi akar verekedni, én azt gondolom, hogy nem... nem elegáns. hogy nem olyan nőies dolog, de hogy... Mindenki rohant férfi. Hát ő nagyon rock'n'roll arc volt annak idején. Tényleg? Az menő. Az menő. És főleg, hogyha nagyon sokat jártak szórakozni a húgával együtt, és hogyha mondjuk a húgát valamilyen atrocitás érte, akkor simán. Bárkit hátborgol. Tényleg? Persze, ő nagyon kemény az, volt. Azért nagyon az erő. Hát látni ugye, a csajodat, férfiakat verni, az kemény. Meg ugye azért egykori dobóatlétaként, diszkoszvető volt, hát azért van egy húzás a karjának. És még mindig. Azért tudod, hogy... Van úgy, hogy mentek valahova, és csak így rondán néznek rá, és akkor én mondom, Móni. Igen. Csináld ki. Móni. De most már fegyelmezi magát, tehát hogy ő is érzi, hogy nem teheti meg, tehát hogy azért volt az időszak, azt már lezárta, hála jó Isten! Egy picit azért azt gondolom, hogy nekem is volt benne szerepem. Most már csak verbálisan nyíltam is. Tehát, de látom rajta, tudod, amikor ilyen, hogy hívják el, válik ilyen acélossá válik a tekintet, tudod. És elborul az agy, igen. És egyébként tényleg nem tudsz. Tényleg és akkor, nem tudsz ha csinálni. Ki tudnék nézni a fejéből, akkor valószínűleg azt látnám, hogy itt futnak le ilyen adatok itt baloldalt, balra, jobbra, tudod, hogy fókuszálnak a különböző a célpontokra a kis karikák, és akkor ki a veszélyesek, ki a nem, kit kell elsőnek, ki kell. Igen. 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 Megvan. Igen. Mindenki feje fölött egy kis keresztjel, tudod, és megjelöl, igen. Fiú. Igen. Ma karapén alzatok ilyen. Potenciális veszélyforrások száma. Csak őszinték vagyunk. Igen, őszinték, hogy mi általában a nők ilyenek, tehát azért bennük van sokszor inkább a nagyobb lendület, ha akcióról vagy hisztiről van szó. De valljuk őszintén, ez tök imponáló. Tehát, hogy én nekem legalábbis ez nagyon bejön. Tehát én mindig szerettem az ilyen kemény, belevaló, tényleg magukért, meg a szeretteikért kiálló, kőkemény csajokat. A hátba rúgott férfiak esete nekem azt tetszik kifejezetten, az nagyon jó, hogy ilyen sókosuk is rugással, egy függőleg, és vízszintesben repül a Móni a diszkóba, hogy hátba rúgjon egy férfi. Nem voltak azok olyan kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Inkább hatékonyak voltak, mint kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Az én csajom alaphangon ilyen. Így beszél, amikor kedveskedik, ezt Laci küldte nekünk. Az én volt barátnőm úgy hangoskodott, kiabált, meg csak egy olyan témája volt, mint a VÁB utastájékoztató rendszert el is hagy. Jobb is témából. Jézus, értem ezt. Csak amíg ez kibogoz a Lacihoz egy kérdés, aki azt írta, hogy az ő csaja alaphangon ilyen, így beszél, mikor kedveskedik, hogy de mit tud még? Ugye? Ami hogy miatt. Igen. De nem bántóan kérdezem a dolgot, csak ezt hallgatni, amikor vele vagy. Igen. Volt egy párom, rendszeresen hazaküldte a barátainkat, ha vesztett pókerben. Most menjetek innen! Takarodjatok, igen. Kislányom hisztizett egy áruházban, az előadónő próbálta csitítani, picit más, mert most nyilván nem a gyerekekről beszélünk. Ne sírjál, hát olyan csúnya vagy. Majd amikor leesett neki, mit mondott, így folytatta. Már amikor sírsz, mert egyébként gyönyörű vagy. írt egy hallgató. Igen. Én hiszizek, egyébként nagyon utálom, olykor teljesen elborul az agyam, nem tudok gondolkodni, utána szégyellem magam. Ezt Ivett küldte nekünk. Hát igen, az én feleségem nem hiszti, csak igen nagy igazságérzete mellé nyers stílus párosult. Így nemes egyszerűséggel, ha nem tetszik neki valami, mindenkit elküld a
Aha. Uh-huh. És mielőtt reagálni tudnának rá, ott hagyja őket. Persze én ezt ilyenkor már tisztes távolból nézem. Ha látom, hogy a bal lábával kitámaszt, akkor jön a tornádó. Azt látom, már van az előjeleit, tudja? Ott fölállsz, eljössz. És ott fölállsz, eljössz. Ez a legjobb. Amikor ismered tényleg a feleségedet, vagy kedvesedet, szerelmedet, és akkor így te már tudod, hogy, és így legszívesen mondanád neki, hogy ne, nem tudják, mit kockáztatnak. Ne! Na igen. Hiszti Dűke, egy emlékkoncerten voltunk a párommal, aránylag elsősorban megjelentek a tini lányok hatalmas bohóc kalapban, semmit sem lehetett látni tőlük. Párom lekapta az egyikről a kalapot, ledobta a földre, és toporzékolt rajta egy kicsit. Nagyon jó, férfi. Dani írta, valószínűleg pasi az, aki csinálték. Aha. Üvöltve közölte velük, hogy nem illik ilyet csinálni, mert más nem lát tőlük. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Színházban a kajáért hisztiző, majd duzzogva lelépő férfi párom botrány volt. A nők többször, de férfiak intenzívebben nyomják, írja Zsófi. Hogy álltok a színházban, a szünetben, és ott van egy kis büfé, és nem jut sorra? Aha. És elkezd hisztizni, és elvonul? Kellemetlen. Rövid volt a szünet. Az exemmel én csak a Dunaparton mertem szakítani az emberektől távol, mert olyan durván tudott hisztizni. Az ilyen meg akarsz beszélni egy családi problémát, akkor el kell vinned valahol. Valami elézére. Csak, de, nyugi van. De miért jött ki megint ide a gémes kútól? Ortobány! Azért az is milyen kemény lehet. Az énekszem gyenge 2 milliós kárt csinált a lakásban hiszti közben. Na olyan nekem még nem volt. Azért ez a török zúzok az nincs meg. Nem volt tányérosod? Nem, tányérosom ilyen nem. Ilyen még nekem sem. 2 millió értik a házban. Hát jó, nem is 2 millió. Most igen. Nálatok az fel kéne gyújtani a házat. Hallott, az egész utcát kéne felperzselni. Nem, nálad volt törőzúzós? Szintén régi kapcsolat. Tényleg? Együtt élős kapcsolat. Abban és azért úgy van tűz? Abban van, volt is, egyéb helyeken is, tehát hogy nem volt azzal semmi baj, csak az volt a vita lezárója, amikor már ezen túlestünk, ezen a fajta, ennyire nem sikítozott, de nagyon, és az volt a végső érv. Konyhaszekrény, kicsap, volt, hogy ajtó leszakadt, kivesz, de nem egyet, az egy az amatőr. És abból tudtad, hogy mekkora a baj, hogy amikor 5-öt kivet, 5 tányért, hogy az egészet egybe, vagy egyesével. És elkezdte egyesével. Hogyha több adó volt a kezében, ha több adó volt, mi sem bírtuk sokáig. Elfogyott az étkészlet. Igen, már mogásból eszetek. Rohadtul utált a dobozból elni. Hogyha több adó volt a kezében, akkor egy adó, egy tányér, egy adó, egy tányér, egy adó, egy tányér. Ha csak egy nagy adó, akkor az egészet egyszerre. És utána elnézést kért és összetakarított, vagy te mentél? Nem, akkor duzzogás volt, de én nem takarítottam fel, hát nem én törtem el. Tehát összetakarította után, az nagyon kemény. Az én párom építész, egy érthetetlen ügyfél addig húzta az agyát, amíg hozzávágta a monitort. A mobiát 3 havonta cseréli, mert hetente földhöz vágja mérgében, üdv Zoli, ami azt jelenti, hogy a csaj vágta hozzá az ügyfeléhez a monitort. Azért az is nagyon kemény. Na volt pasima vásárolni voltunk, és nem ment rá az MS nadrág, mondom, hozok egyel nagyobbat, erre felborította a kis ülőkét a próba fülkében, és csapkodta a függönyt, és üvöltözte, hogy az nem lehet, hogy mi egy méretet hordunk. Ott hagytam 10 perc, hogy SMS, gyere vissza, és tegyünk úgy, mintha neked vennénk. Kaptuk SMS-ben. A Tesco-ban vásárolt, amikor apám egyszer csak ott termett, kitépte fülemből a fülhallgatót, és üvöltött, hogy miért kell rádiót hallgatni, hogy gondolom. Így nem hallom, hogy ő megszólít. Megjegyzem, 38 éves vagyok. Ezt Ildi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Most már értem, miért csak sütizik a Jani. Ez mire vonatkozik? Vagy micsoda, hogy miért csak sütizik, ezt nem tudom, hogy ez mire vonatkozik. Jó, mondjuk náluk azért a családban volt egy-két ilyen, de nem... Hozott anyagból dolgozik? Persze, nem akarom, hogy hívják, nem akarom nagyon kibeszélni a nővéremet, de azért volt már olyan az ő életében is, hogy megindult a kezéből egy családtag felé egy ilyen fél kilós, hogy hívják, patikai krémes tégely. Ismeritek ezt az üvegtégelyt? Nem só volt benne, akkor sót tartottunk benne, és maga az üvegtége is körülbelül egy ilyen fél kilós darab lehetett. Tehát és egy ilyen kis családi szóváltás keretein belül egy. Repült a körömvirág? Igen, és arcán landolt. Az arcán? Aha, nem az ő, nem, ő küldte el. Igen, de már jól van. Ő küldte el a nővére. Pasira? Aha, és kezelte is vele a problémát. Azért ott van tűz. Azért, ott van tűz. Én fölkapni egy ilyen fél kilós háztartási krémet és hozzávágni valakihez, ott van tűz. Tisztelem, becsülöm, imádom, szolgálom őket. Ilyenkor te hátradőlsz, megnézed rá a műsort. Hát ezekben a nőkben van valami. Azért hogy lehet úgy szeretni. Ők azért nem picit komolyra fordítva a szót, ők azért tényleg nem áldozattípusok. Az ilyen típusú nők azért nem hagyják azt, hogy bármilyen kapcsolaton belül is alárendelt szerepet játszanak, vagy hogy az ügyengeségükkel
visszaéljenek. És azért sajnos van sok negatív példa is arra, hogy, hogy nagyon sokan visszaélnek a nőknek a sebezhetősége. Na most azok a típusok, akikről mi beszélünk, és hál' Istennek mondjuk a párjaik is ének, ők nem, ők Brünnhildák. Az én párom szilveszterkor kiment és lelocsolta vízzel a tűzijátékot, aztán toporzékolt rajta. Nem tudtak aludni a gyerekek, igen. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Igen. Barátnő biztizett, hogy kérjem meg a kezét, most azért, hogy vegyem el. Ha ilyen lesz a házasság, nem kell. Pisti, nagyon gondold meg. Igen. Ha már ezt így kell kikényszeríteni hisztivel az eljegyzést. Még van lehetőség. Igen, még van lehetőség. Na jól van, jönnek nem sokára a nap legjobb pillanata, egy gyerekek, én elmegyek. Na, mi van? Na. Hova? Megyek a dokithoz. Ja, megcsináltatod mégis? Így van. Meg, igen. Tudod, amiről beszéltünk, hogy baj van vele? Meg, muszáj menni. Muszáj megcsináltatni, úgyhogy jövök holnap. Jó, elmegyek egy kicsit, kikezeltetem magam. Aztán csak óvatosan, ügyesen. És ne kérje meg senkit, hogy feküdjön föl, és mutassa meg, hogy áll. Nem bántanak. Férfi dokihoz mész, jó? Tehát... Hogy hívja, mi a neve? Te tudod? Hát fölírtad. Na, minden. Bevallod, megtalálom. Dr. Turkász. Agyturkászhoz kell mennem, igen, nagy a baj. 9:50 múlt pontosan, 4 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 4 perc múlva 3:45, szabadság! Egy valószínűleg Balázsnak sajnos el kellett mennie egy orvosi vizsgálatra, természetesen semmi komolyról nincsen szó, de mondták neki, hogy még mielőtt kifakad, az előtt menjen. Jobb a békesség, de holnap már természetesen lesz. Jön vissza, legalábbis reméljük. Hát attól függ, mert ha most az orvosi vizsgálaton megállapítanak valamit, ami nagyon akut, akkor bennmarad. Aha. Akkor azt meg kell csinálni. Nekem azt mondta, hogy csak egy ülőpárnát kap maximum. M5-ös Szeged felé a 81-es kilométernél rendőrautó, figyelj, szép napot, Zsejkétől kaptuk ezt az SMS-t, és nincs is több közlekedési információ. Szerencsére viszont itt vannak a nap legjobb pillanatai. Beszéltünk egy fiúról, aki a kolozsvári nemzetközi repülőtér biztonsági rendszerét kijátszva feljutott a gépre, mert hogy el akart menni Angliába az ő szerelméhez. Az ő sztoria az nem volt túl sikeres, illetve ideig sikeres volt, de aztán elkezdett vakuzni a gépen. Igen, elkezdett csinálni egy-két fotót ugye a kokpitben, hogy ezzel vagizom valószínűleg a barátnőjénél, illetve hogy ezzel is bizonyítsa azt, hogy ő mire képes az ő szerelmükért. Hát és ez egy végzetes momentumban volt a történetnek, mert rögtön le is fülelték, azt stewardessek. Így van, elkapták és leszállították a gépről. Mi viszont mindhárman tudtunk olyan sztorit mondani, amelyel hát hasonló módszerre, ugyan nem repülőgépet, de izgalmas módon kalandoztunk el. Kedvesünkhöz, mielőtt ezt meghallgathatnánk, jön hát a csütörtök legnagyobb királya. Egy korszak alkotó, egy forradalmi bejelentéssel Gábor, Mr. Puliszka, aki elmondta, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi fehérjét fogyasztanak a gyerekek, miközben hosszú időn keresztül azt lehetett hallani, hogy minél több fehérjét adunk a gyereknek, annál keményebb lesz, annál jobb lesz az izomzata, annál egészségesebb lesz, de nem! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva 10 óra, szevaszt Csabi! Szia Csabi! Jó reggel, szevasztok! Na mi van, beszorult a fejed a fülhallgatóban? Ahhoz, hogy a kis dobozomba berakjam, hogy nehogy véletlenül valaki más tegye a fejére, ahhoz össze kell nyomnom. Mert nem fér be másképp a dobozba, de én mindig rájövök, hogy nem csak a Balázs nagyfejű. Figyelj, de ti menők vagytok, mert a kemény doboz az mindig a menőséget jelzi. Tehát akinek kemény dobozos fejhallgatója van, az menő. Akinek puha dobozos, az futottak még kategória. Hát mi csak egy ilyen zacskót kaptunk hozzá. Mondjuk jó, de mondjuk a fejhallgatónk az ötször annyira került, mint a tiéd, de ennyi. Nálunk a dobozra költöttek, nálatok meg magára. Ne, ugyanolyan jók. Mi a helyzet? Hát olyan, mintha rólam beszéltetek volna. Mármint mikor? A hát, hisztiző nőknél? Igen, de nem nő, hanem a hisztiről. Tehát én úgy nyilvános helyen valószínűleg kevésszer futottam bele ilyenbe, tehát nem nagyon adtam okot a családomnak, hogy szégyenkezzenek. Viszont a call center-esektől most szeretnék elnézést kérni mindenkitől. Mi ma is hívsz egy párat, mi? Nem jellemző, de hát volt régebben egy olyan internet szolgáltatóm, ahol egy kisebb eső, tehát pár csepp eső, vagy egy kisebb ilyen... szél, és megszűnt az internet. És hát ilyenkor elkezdtem beszélgetni, de mire oda jutsz, hogy találsz egy élő embert, akivel beszélsz, és megnyomsz már 26 millió... Adja meg telefonoskodját. Azoktól a call center-esektől most szeretnék elnézést kérni. De valahogy ez olyan igazságtalan, mert nem ők a hibásak, de hát az mégis ők vannak a frontforralban, ők vannak az első sorban, persze, hogy ők kapják a pofonokat. És közben a Laura mindig ott állt mellettem, aki egyébként mindig higgadt és nyugodt. Ne, ő mindig mondta, hogy hát hagyjad már, hát tehető hát, arról, hogy itt fúj a szél. Nem ő tehet arról se, hogy ezt nem csinálták meg rendesen, igen, a rendszert, viszont neki kell elmondanod. Hát most
Hát így lett. A nullás gomb az mindig bejön egyébként? A nullás? Tudod, amikor fölhívsz egy ilyen szolgáltatót, akkor megadod a kódodat, és akkor mondja a következő menüpontok, alábbi menüpontok közül választhat egyes gomb, de alól... Egyes gomb, mindig megnyomod a nullás. Nullás, mert az szokott lenni a kezelő. De most már trükköznek, mert a múltkor telefonáltam, és valahol a, nem tudom, a négyes volt. Azt kell csinálni, hogy ne nyomjál meg semmit, és akkor biztos, hogy megkapod a kezelőt. Tényleg? A végén. Igen, nem nyomsz meg semmit, és akkor hogy hívják, vagy pedig várjon a kezelő jelentkezéséig. Most volt ez a tulajdonos nyilatkozat ugye a bankoknál, és hát nekem többször kiküldték a levelet, miután már a nyilatkozatot megtettem, és hát tök nehéz volt a banknál elérni azt, hogy egy élő emberrel beszélj. Tehát, hogy nem volt olyan lehetőség, hogy reklamálnék, hogy én már egyszer megtettem, és több levelet ne küldjenek, még ne fenyegessenek. Így aztán azt a trükköt választottam, hogy te mondjuk pénzt akarsz betenni, vagy egy új számlát szeretnél nyitni. Tehát te azt lehet. Azonnal felveszik. És én kiválasztottam azt a menüpontot, akkor a pillanatban valaki felvette, hogy hát tessék parancsolni, és mondom, na hát a következő a problémám. Seni. Ez jó. Ez jó. Na hívjuk a naphallgatóját, Juli, légy szíves. Azt mondja, hogy a hisztis témához szólt hozzá. Igen. A hallgatónk. Közben többen jelezték, hogy most, hogy Balázs emelt, be kéne rakni valami jó kis muzsikát. Terveztem is egy panterát, csak az a baj, hogy közben a programigazgatónk megérkezett. Zsűl, te mit csinálsz? Szeretne telefonálni. De mi? A Juli miért nem tud telefonálni? Mert... Mert nincs itt jelenleg. Itt van. Fölírtam. Ez ennyire így meglepett bennünket, hogy a főnök elment, akkor azt gondoltuk, hogy nincs se naphallgatója, se Csabi, se semmi. Bezár a Klassz FM. Na jó, ne hisztiz. Nem hiszti, én nem hisztizek, jó? De nyugodj meg. De ne, te engem ne nyugtass. De most a Juli tehet róla. Feri ilyen habitus, hogy pár száz évvel korábban született volna, akkor lehet, hogy könyörtelen Károly néven. Király koronás. Miért Károly? Haptök. Tudja. Köszönjük, Juli. Köszi szépen még egyszer. Köszi. Tündér vagy. Szia, puszi. Morning Show-val vedd föl. Most? Na. Pedig nem rég írta az SMS-t. Na, még egy utolsó. Oké, mikor egy költöztető autós bandát kiosztottam, a férjem állt mellettem, és megvárta, amíg a végére értem. Mikor végeztem, megkérdeztem, hogy miért állt csak itt mellettem. Mire ő? Mit mondtam volna, hogy vigyázz, harap? Jó. Te lettél a nap hallgatója, de ajándék nem jár. Van egy kérdésünk, amit általában mindig megkapsz, mivel Zsul viszonylag hülyén néz, ezért most föltesszük akkor. Csabikám! Remek zenék? Köszönjük szépen. Na. Jaj, de jó. De egyébként nem tudom, figyeltétek, de mostanában már változtat rajta. Igen. Valamit mindig hozzátesz. Már ő is ugye, amiket ajánlott, tudod? Hát meg lehet, hogy már a kérdést magát, de hát ettől függetlenül én szeretnék ajánlani nektek. Jó. Meg hát, ha a kocsiban ő is hallgatja. Így van. És tudom, hogy a Magna Cum Laude zenekart mindannyian szeretjük. Szerintem nincs ember az országban. Igen, szeretitek. Aki... mi mindannyian, tudod. Mit már ugye Balázs, meg te, mert én szeretem. Mi az erősség a Magna Cum Laude-nek? A Magna Cum Laude-nek, hogy vidéki fiúk tudtak, vidéki fiúk tudtak maradni. A Klassz FM egyik kedvenc előadóját bántod, jó? Aki jött mindig a Klassz nyárra is. Azt hittem, hogy ez a Avancsi. Ő nem jött a Klassz nyárra. De szerintem egyébként is remélem, hogy ez a zene és a szöveg, az az erőssége. A gitáros Tibit nem fogom megbántani, hogy szerintem a szöveg. Tehát azon nagyon-nagyon sok múlik a Magna Cum Laude esetében, és ugye ezt Karamisi követi el rendszeresen, és ahogy ő meg tudja fogalmazni azt, hogy mi történt egy bizonyos tavaszi napon, amikor felnőtté vált, az hihetetlen. Tehát senki más nem tudná ezt megfogalmazni, ez van benne a Te, a Hőmérséklet és Én című dalukban, amit szeretnék majd megmutatni a következőben. Kifejezetten Janinak, mert ezek szerint itt az ország másik része, tehát a Janin kívüli többiek már ismerjük és szeretjük, de a Jani még nem hallott. Nem, de majd integetek, hogy nincs vele nekem semmi gondom. Na, majd megszeretjük, ha eddig nem. Illetve én igen, de a Jani nem. De az ki van adva, hogy közületek egy valakinek mindig... Mindig kell nem kell szeretni. Gondoltam, most nincs itt a Balázs, tudok ajánlani. Nem, jó daltam, az. Hát, amitől aztán nem leszek hátba rúgva. No. Nem hátba, melbe rúgott ott veled szembe. A Bon Jovi amúgykor tetszett. Neked, de azt meg a Balázs fikázta le. Ja. Jó, mindenben nem lehetünk egyforma. Hívhatjátok Csabit 061-555-00, ez a telefonszám, mi pedig akkor holnap reggel 6 órakor itt vagyunk. Sziasztok! Ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.